Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Jó reggelt. Hello. Itt a csütörtök. Hol? Ja. Itt a csütörtök. Igen, gondolkoztam tegnap, hogy locsoljak-e este, aztán kiderült, aztán milyen jól tetted, hogy nem. Igen, mert elolvasom, mondom, az időjárás, mert nagy kánikulát mondanak, mondom, most már beindítom a locsolást, mondom, kicsit meglocsolom a tujákat. Aztán akkora vihar volt megint, ezt se tudom. De ilyenkor elterelitek a Dunát, hogy a telkedet meg tudj locsolni? Ilyenkor az Amazonasból ilyen helikopterek hozzák. Igen, a oxigéndús vízt. Aha. Nem, hát vagy én locsolgatok, ha nagyon nagy meleg van, vagy akkor beindul a kis rendszer, de nem volt kedvem, meg spórolok ám nagyon. És jól is tetted. És látod, akkora vihar volt este, hogy nyakig álltam reggel a vízben, úgyhogy nagyon. Ilyenkor mindig úgy örülök. Megspórolok egy csomó vizet. Teljesen jogos. Leginkább azért, mert olcsóbb lesz a vízszámla. Tehát semmi izé nincs ökológiai lábnyom meg ilyen benned. Az ökológiai lábom azért nem, mert ha furt kutad van, akkor nem zavar senkit. Uh-huh. Ez igaz. Tehát, hogyha nem, tehát ha furt fursz egy kutat, nem, ez egy amit nem tettem, igaz. Mert ha csapvíz, ugye, hát azért az nagy baj, de hát azért a furt kuttal ugye más a vízérték, meg máshogy locsolsz, meg más mennyiséget locsolhatsz, ha saját furt kutad van. De a saját furt kútban lévő víz is menne valahogy egyszer, érted, az ivóvíz hálózatba. Hát igen. Egyébként, sőt, sokkal tisztább, és sokkal finomabb víze van. És iható vized van? Hogyne. Persze, bent a házban a csapon. Ja, az igen, az ásványvizet. Hogyne, hát az megszűrődik, hát a furt kutakban, ugye mondjuk lefúrsz egy nem tudom 50-70-80 méterre, az ott átszűrődik tulajdonképpen mindenféle rendszereken. Ugye a természet önmagában, ahogy megszűri. Ez nagyon-nagyon jó. De ezt be kell vizsgáltatni. Nem, egészséges tud lenni. De nem azt hiszátok, nem a furkutból, csak locsolnak, gondolom. Szerintem de... a Duna környéki települések azok Dunavizet használnak. Hát attól persze, nyilván nagyon sok mindent tudsz, de hogy sokszor a furkut az sokkal tisztább. Maga a vízminősége egész egyszerűen sokkal jobb. Hát ott nem tudom, x10 év alatt az átszűrődik, tehát az sokkal igen, meg azért óvatosan, hogy a múltkor is, amikor kint voltam náluk, és láttam, hogy tekeri fölfel a vödröt, igen. És cipeli be a házba. Akkor szóval... szóltam, hogy azért az nem biztos, hogy annyira jó, ne? Hát, és gondolom, pici kis nyílás van csak, fönt nincsen kerekes kút muskátlikkal. Nincsenek muskátlik. Nem nagyon kedvelem a muskátlikat. Sem muskátli, semmi, meg még gémes kút sincsen a kedvégével, sőt nem is kell. Ho-hú, Megi! Gyere már ki a kútból! Mász föl, vacsora! Jó, Zsicsikós, megitattad már a jó szalagot. Igen. Na mindegy, úgyhogy, hát most... És most fogunk rákötni a csatornának, képzeljétek el, mennyi minden történik. Most lesz még csak csatornázás nálatok? Igen, ilyen jó helyen lakom én, hogy még csatornájunk se volt. De most már sajnos rá kell kötni a csatornának. De most mi volt? De addig mi volt? Kert vége? Tessék? Kert vége nem, volt, vagy mi? Vagy a szomszéd, vagy nem volt kint egy potyantós, és akkor kimentünk, és akkor... Lavorban megmosakodtak, kijöntötték a udvarra. Kicsaptuk az udvaron. Kérdezni is akartam, hogy mi ez a helyes kis bódé adta azzal a szívalakú nyílással az elején. Árnyékszék. Árnyékszék. Oda lehet menni gondolkodni. Nem, nálunk nem volt ott azon a környéken, ahol én lakom most. Emésztő volt. Igen. És tényleg mindig megjelent, ahogy hívják. Nem. Nagyon nehéz elképzelhetetlen. Nem, betonoztak le az alját. Ja, és akkor el. Jó, elfolyta. Hogy hívja, ez egyébként a izébe, a talajvízbe, amit aztán fel... És akkor a tujjákkal előtt. Ástunk egy lyukat, és átfolyt a szomszédhoz. Tessék? Azért voltak olyan szépek a tujjáitok. Igen, sajnos kicsit sajnálom, hogy be kell kötnünk. Rá kell kötnünk a gerincre. Így hívják. A gerincjáratra. Jó, azt megtisztítják, visszavezeték. Tök jó. Mert miért? Mit csinál? Most amiatt sajnálod, hogy fizetni kell, érte? Hát sokkal drágám lesz. Hát az igaz. Igen. Az igaz. Igen, mert ugye most már az van, hogy a bejövő víz fogyasztásában fizetett ki azt a pénzt, amivel a szennyvizet elviszik. Igen. Tudod, így fizetsz, hogy amennyi. És akkor milyenkor mindig megszoktuk kérdezni, hogy amit megiszunk, azzal mi van? Ugye? Mert az nem megy vissza. Az nem. Hát mondjuk... Jó, hát átmegy, bemegy. Á, igen. De nem biztos, mert ha nem otthon jársz pisilni, érted? Hát takarékossági okokból. Így van. Na mindegy. Már kapsz a szomszédtól. Szomszédhoz átkapoksz egy kicsit. Mi van veled, hallod? Félbe vetni, nagyon csavar.
Tegnap ott napoztam nála, vagy igen, tegnap előtt együtt napoztunk, úgyhogy nagyon jó szomszédi viszony. Nem is tudom, hol találkoztam a szomszédoddal egyébként, oda jött hozzám, valami rendezvényen voltam, és oda jött hozzám, hogy tudod, ki vagyok? Hát mondom, ne haragudj. Tényleg, fogalmam nincsen, mondom, hát próbálj meg megközelíteni, hogy hol találkoztunk, vagy valami rendezvényen, ahol volt a 2000-en, ne haragudj, hogy nem emlékszem rád, és nem, ő is rendezvényre jött, de épít, dolgozott valamit. Az nem ő lehetett. Nem ő? Másik szomszéd? Nincs másik szomszéd? Más nincs. Hát két idős ember, ők már nem mennek rendezvényre. Idős arisztokrata sem állt. Épített? Hát nem tudom, vagy valamit hozott, valami cuccot. Az lehet, de építeni nem épít. Nem, valami cuccot hozott, és akkor mondja, hogy én vagyok az, akihez a Balázs át szokta dobálni a szemetet, meg egyebet, ilyeneket, de mondta, hogy kedvel tulajdonképpen, tehát baj nincs. Csak az a baj, hogy két utcával lejjebb lakik, és picit fura neki, hogy lemész odáig a szeméttel. De nem mondhatott ilyet, hogy átdobálok szemetet. Nem, csak mondta, hogy ő szokott szerepelni nálunk a műsorban. Milyen autó? Azt nem láttam. Nem láttam, mert arra megmondtam. Mert bárki oda mehet, hogy ő szokott szerepelni, hát nem biztos, hogy jó. Magas volt, alacsony volt? Ú, tényleg. Lehet, hogy megvezetett, hogy nem is a szomszéd. Milyen testalkatú volt? Kicsit zömök, de nem nagyon. Hát ő egy vékony magas, úgyhogy... Akkor ő volt. Szerintem valami nagyon megvezettek. Kicsi zömök, nem. Ő egy 1,90-es, nagyon vékony. 1,90-es? Akkor ő nem az. Azért mondom, hogy de valami álszomszéd. De most miért jön valaki oda hozzám azzal, hogy ő a te szomszédod? Hát miért megy el valaki a fásimulatóba szerepelni? Hát azért az nívósabb dolog, mint hozzám oda jönni. Egy csomó megválaszolatlan kérdés van az emberiségben, amire nem tudom a választ. Feri, ez azért lehetett, mert ez a falodában történt, és utána pedig mondott, hogy bemondott egy jó ebédet, amit aztán Balázs fog majd rendezni, hiszen ő a szomszédja. Igen, tehát én is ezt így ilyet tudom képzelni. Nem volt semmi ilyesmi. Nem is akart semmit, csak mondta, hogy ő. Tudod, ki vagyok? Nem. És megsértett Vermeer volna. Igen. És igen, levert volna egyet azt tovább. Magas régóny volt. 190 nem volt. 187 maximum. Hát a körül van, igen. De pontatlan volt, mert szóstok, amivel gyorsan levérte, hogy beszámolhatsz. Nevét nem mondta? Mert akkor arról tudnám igazán megmondani. Szerinted emlékeznék rá? Három héttel az esemény után. Ne hagyd, hogy mindenki a szomszédomnak adja ki magát. Mert de nem kért semmit, nem mondta azt, hogy van-e nálam egy bögre, hogy neked elvigye, vagy valami ilyesmi, nem volt semmi. Tehát nem akart semmit. Tehát jó. Én is ott voltam egyiket most tegnap a környékhéteken, a negyednek a kedvenc cukrászdájában, Érdem, és tesztelgettünk, ugye. Utolsó körébe érkezett az ország cukormentes tortája választás, és ott voltunk egy páran, Maukner Zsófi például, Jókuti Andris, és természetesen Antónia is, mint ennek az egész történetnek a fővédnök, és megkóstoltuk azt a három tortát, ami az utolsó körre maradt. És meg van nyert valaki? Hát igen, úgy néz ki. De még nem árulhatod el? A háromból három helyezett biztos lesz. Jó volt, vagy rossz volt? És jó volt. Az utolsó körre tök jók maradtak, úgyhogy egy jó kis cukormentes tortája lesz majd az országnak. Nem volt bébi répa, meg konzerv? Augusztusban, hála a jó Istennek. Ezek szerencsére egy kicsit így lemorzsolottak erre a körre már, úgyhogy az utolsó három azért nagyon penge volt. Nagyon penge volt, úgyhogy... És mi ott ül a tulaj, megkóstolod, és akkor azt mondta, hogy jó. Nem, a tulaj nem volt ott, meg akik készítették, azok nem voltak ott. Nem is baj, mert azért mond ilyenkor olyan dolgokat az ember is, amit talán annyira... Később megbánna. Nem fogadna jó szívvel az, aki készítette a tortát, meg hát itt azért darabokra volt szedve, ízekre volt szedve mindenféle szempontból. Elég komoly kis történet ez az egész, mert ugye ott van melletted a recept, ott van melletted az, hogy hogy készítették, hogy rakták össze, milyen alapanyagokból, meg kell felelni egy nagyon szigorú itinernek, hogy ténylegesen cukormentes tortának lehessen ezt nevezni, meg van a szabad szénhidrát, meg van szabad mindenféle szempont, hogy mit tartalmaz ez a tortácska, meg mit nem, és ezek már megfeleltek ezeknek a szempontoknak, és hát ugye az volt az elsődleges csapás irány, hogy ne lehessen különbséget tenni egy hagyományos torta meg a cukormentes között. Tehát, hogy ne legyen az, hogy bemész, és akkor jutnak a diabetikusok, már ránézésre megmondott, hogy melyek azok, és itt vannak azok, amik aztán ellannak durrama rettenetesen, és akkor megeszel egyet, és egész nem kívánsz semmit, mert hogy olyan. Tehát, hogy ez olyan legyen, hogy a gyerekkel bemész a cukrászdába, és akkor a gyerek ne tudjon különbséget tenni a kettő közt. Ránéz, és megkívánja azt a tortát, és vegyen. Igen, de ízre azért aztán mindig van különbség egy kicsit, tehát, hogy cukorpótló vagy édesítőszereknek a minőségétől függ meg attól, hogy milyen fajtát használsz, akik ilyesmit használnak, mit tudom én, kávéba, süteményben, stb. Azért ki tudják szúrni, hogy melyik micsoda, de most már vannak, hála jó Istennek, olyanok, mint tudom, az eritrit, vagy a
nyírfacukor, amiknél nem nagyon lehet érezni ezt a mellékízt. Vannak ilyen régebbiek, amiknél azért csak, tehát ezeknél szóltunk is, hogy jól lenne, hogy lecserélgetnék, igen, mert hogy tök jó néz ki mindent, hogy az első falatnál már lejön, hogy mit használtál. Úgyhogy... És Antónia vagy Jókuti mellé sem derettél oda? Mindig az Antónia mellé ülök. Bőrmini szoknyában volt tegnap. Jobb lába van sokkal, mint egyébként, mint az Andrisnak. De ez nem, ez önmagában még nem dicsére. Láttam tegnap az RTL híradóját, mert nézem, és hát úgy ki van gyúrva, mint egy ilyen súlylökő. Dehogy is! Ne, én nem, figyelj, egy ilyen újatlan póló volt rajta tegnap, úgy nézett ki, mint aki belenyom a 90-be fekve. Direkt megnéztem. Úgy vannak bevilágítva, én nem tudom, tehát, hogy ott a világosító, az mint hogyha, tehát annak a világosítónak, aki az RTL Klub híradóját fényeli, annak el kellene mennie szerintem testépítés fitness versenyekre is. Miért nem néz ki úgy, mint a 2013-as fekvenyomó bajnoka? Nem tudom. Súlylökő bajnoka és szakító bajnoka. Figyelj, tehát, már... Néztem a híradót, és így megijedtem, hogy Antónia, ne bántsák. Tudod, ne legyél ilyen. Na jó, tudod, mit legyél. Tudod, na jó, hagyom. Tehát, hogy na jó, bántsál nyugodtan. De hogy így, akkor a karjai van, akkor olyan válla van. Én nem tudom, hogy van világítva. Hát ez a vállalja szerintem azok adottak. Ne, igen, most robotjon, vagy most eltretesz cuccokat. Igen, most. Szuperszett programban? Időszakban van. Nem, egyébként érdekes, hogy direkt ilyen szemmel is néztem tegnap. Mondom, Balázs állandóan mondja, hogy milyen karjai vannak. Jó karjai vannak, de nem félelmetes. Igen, ugye, tehát nem rettentél meg. Nincsen az érzésed, hogy a következő pillanatban lecsavar egyet, és akkor így kilométerekre elpattog utána a fejed. Nem, tegnap ez volt. De jó állapotban. Láttam. Na mindegy, gyerekek. Akartok valamit a teniszről, nem? Igen. Én nem. Nem? De hát én most érdekes. Beszéltem a cukormentes tortáról, én azt gondolom, hogy most akkor legyen egy egálité. Mert tegnap néztem elég érdekes sokat. Érdekes a dolog, mert ugye én eddig azt gondoltam, hogy vagytok mű ketten az országban, akit érdekel az, hogy Wimbledonban mi van. Te meg a Taróci. Igen. A Taróci meg te, és tegnap ben voltam a kórhelybe, és vannak... És odajött hozzád valaki, aki nem. Azt állította magára. Hogy a szomszédod és teniszezik. Nem, Nadal. Igen, és elhitted. Nadal. Nem, hanem, hogy ugye most nincs meccs, és akkor vannak ilyen nagy tévéink, bekapcsoltam, hogy valami sport legyen, és ott elkezdtek az emberek mondani, hogy hú, tenisz van, hadd nézzük ezt. Hogy jó, ugye? Nem beszélek hülyeséget. De mondom, mit érdekel benneteket? Tehát a végtelen hosszúságban egy ilyen értelmezhetetlen számolási rendszerrel nézel egy ilyen meccset, és mondták, hogy ezt lehet érteni, csak én vagyok a hülye. Igen, mondtam, hogy ez igaz. És nézték. De aztán kiderült, hogy na velen örök, és ez volt a fedő sztori. Igen. Valójában utáljuk a teniszt, hiszen csak Balázs szereti meg a Taróc, illetve a Taróc, meg a Balázs. Ebből az országban viszont kérnék szépen mindenféle nyomtatványokat meg. Kórhely NAV 2-0. Igen? Szóval, ja, eddig lepattantak? Nem lepattantak, csak próbálunk rendesnek lenni, vagy látszani. Na és mi van? Ki esett ki? Hova? Gyerekek, kiesett a Murray is. Hát most tudom, igen, hogy ez nektek most egy negyed óra kell, míg itt ezt felfogjátok. Viszont Federer, gyerekek. Én tökre örülök neki, hogy nagyon a Murray ilyen jó állapotban van. Tessék? Teniszezik is, meg ráteres a Wimbledonban is. Óriási, mekkora színész, és milyen nagy játékos, nem ez a Murray? Viszont Federernek egészen jó a sorsolása. Tegnap nagyon meggyőző. Lehet, hogy senkivel nem játszott, aki értelmezhető lett volna. Hát, de éppen a januári Grand Slam bajnokot vertem most tegnap egy nagyon meggyőző játékkal, olyan adogató játékkal, amit én régen láttam Rogertől, úgyhogy nem akarom elkiabálni. De lehet, hogy összejön még egy Grand Slam. Délutára elég sok programom. Azt nem hiszem, ezt nem Gyoko megállítja, de Gyoko Federer az most nagyon érik, mert szerintem a Raonic gyereket meg fogja verni pénteken. Nagyon. Akkor arra tudunk fogadni? Azt elengeded. Nem, pénteken fogadhat. Hogy? Jó, ha Rozsi odáig eljut, ha Rozsi Wimbledoni döntőt játszik, mindegy, hogy hagyjuk mennyit teszek rá. Mázást, ez életem utolsó. Szerintem életem utolsó lehetősége, hogy Rogerre fogadja a Grand Slam döntőben, úgyhogy hogy ne. Jó. Akkor bármennyit emelt fölve vesztek el. Vele. Jó, vasárnap este játsszák. Azt húzd alá. Gyoko is nagyon meggyőző volt, úgyhogy jó, itt még most jó dolgok vannak. Nem Öri szenved, amikor nem Örit nem kedvelem annyira. Úgyhogy ő meg kiesett. Úgyhogy nagyon izgi lesz ez a pénteki nap. Gyoko Dimitrov, gondolom, ez járt a fejetekben, hogy kivel játszik. Nekem a péntek estével kapcsolatban a Négy trónok harca epizód jár a fejemben. Szépen már egy hete kb. Tehát, hogy... Szóval, hogy kivel játszik a Roger, az is gondolom, hogy nagyon foglalkoztat, nem? Úgyhogy... Nadal búcsúzott, Murray búcsúzott. Na, kiesett. Na, a top 4-ből 2 már nincs benne. Már csak 2-en vannak a nagy 4-esből. Mi van Tsongával? Eszembe jutott még egy név. És egyébként láthat is rajta a feszült figyelem és gondolkodás, hogy most meg kell most még a hírekig be kell ugrania még egy teniszezőnevének. A Tsonga. Tsonga már nem a te embered. Tsonga kiesett a top 10-ből.
Én nagyon szeretem Congát, mert nagyon virtuóz a játéka, meg nagyon nagy küzdő. De nagyon nagy hullámvölgyben van most már hónapok óta, kiesett a top 10-ből is, és ezek a fiatal gyerekek, mint ez a Dimitrov, meg a Dolgopolov, meg a Raonic, meg ezek most már egy ütik vágják. Jönnek az oroszok? Dimitrov, Dolgopolov? Igen, igen. A Dimitrov, nem azok? Bolgár, de ne törődj. Nem mindegy, hogy keleti régió, hagyjad már. Engedd el, hagyjad, nem érnek. Szóval, hogy jönnek nagyon, ez a Tonga fiú, ez már nem annyira jó. Ő ez a soha oda nem érő. Szegély. Olyan szerintem, mint majd ez a, na most mondom, a Berdych, de most nektek tök mindegy. Tehát vannak nem, olyan, nem. Tudod, a soha nem érő, top 10-es játékos vagy, és nem leszel soha Grenzlem győztes, vagy Masters győztes. Talán a Tonga azt már azért nyert. Sőt, és még nagyon figyeld a felé mindenképpen Tuboljevre, Trockyra és Kalasnyikovra is, jó? És nevek. Ők még nagyon fontos nevek. És nevek. Na mindegy, abba hagyom a számotokra teljesen ismeretlen nevek sorsolását. Úgyhogy figyelj, meccsek is vannak most már lassan újra. Tenisz is van, úgyhogy valaki, valamelyikünk hülyére keresi magát. Van hely a pénzednek. Igen. A játékpénz. Most értem vissza ötöt, hagyjad már. Bali zsebébe elfér a pénzed. Mínusz 10-ben vagyunk, ugye nem felejtjük el. Hát nem, akkor pluszban. Hát úgy, igen. Ugye én vagyok mínuszban. És olyan voltam, mint egy anyuka, aki ugye együtt alszik, együtt fogazik, és együtt fogazik? Együtt megy a hasunk. Magának is anyuka, nem. Hát akkor miért? Nem. Sokat aludtunk, játszóteresztünk, ment a hasunk, egy picit most éhesek vagyunk. Akkor tessék el. Fogazunk. Hát én igen, de a gyerek még ez kicsi. Igen, fáj a fogunk. Igen, anyuk, hát akkor ajánlanék egy jó fogorvosra. Önnek is. Nem? Igen. Megy a hasunk. Anyuka, hát önnek is. Nagyon jó. Már gyereknek lehet, de. Na jól van. Oké. Na mi van? Hogy játékkal állunk? Hogy állunk? 2-1. 2-1. Kinek? Nekünk. Nekünk? Nekünk 2-1. Nekünk. Most még borulhat a papírforma. Nem, mi nem úgy fogalmazunk, hogy nyerhetünk. De nem mondtam, hogy kinek. Ja, az igaz. Miért a 3-1 az, hát nem, az nem borulás. Gyerekek, üssük be. Ja, hogy hónapra üssük be az utolsó szeget a koporsóba. Üssük be, jó? Jó, legyen így. Jó. Szerintem üssük be az utolsó szeget a koporsójukban. Jó? Lehet jelentkezni játékra, drága hallgatók, egészen nyugodtan, ha valaki érez magában erőt, hogy így csütörtök reggel, megmérkőzzön belünk nyugodtan, dobjon ránk legalább egy SMS, kiválasztjuk, hogy ki legyen a játékos. És ha érted, mit akarok kérdezni, lesz mivel védekezned délután az erős napsütés ellen? Hát tolvajok vannak közöttünk. Most tolvajok. Végleges, gyerekek, és ebben az a durva, hogy ugye kik dolgoznak hát itt. Azok, akikkel egyébként nap mint nap találkozol, mert idegen nem nagyon jön be, nem nagyon engedik be, vécére nem nagyon mehet, tehát itt van ugye egy másik rádió, egy másik lap, nagyon sokan vagyunk. De hogy elérkeztünk oda, hogy szépen ellopogatjuk egymástól a dolgokat. Nem lett meg a napszemüvegem, azt valaki lenyúlta, hogy rohadjon meg. Ellopogatjuk egymást a dolgokat, miért te is loptál vissza valamit? Hát most vissza fogok lopni random módon valakitől a pénztárciából 15 ezer forintot. Csak úgy. A frázon is vettem fel. Nyilván nem, de hogy ez annyira szomorú. Szóval, az. Hogy így tényleg itt tartunk, hogy egy ilyen, és ez nem egy 1000 fős munkahely, nem egy nagy vállalkozás, nem 600 ember dolgozik, itt dolgozunk mondjuk 50-en, 70-en. És lopunk egymást, ellopták a szemüvegemet. Tehát ebben nem csak az a szomorú, hogy nincs meg a szemüvegem, amihez én nagyon kötöttem lelkileg, hanem az, hogy ide, itt tartunk, hogy bemegy a paraszt és ellopja, mert azt hisz, hogy az övé. Nem lehet, hogy csak felcsiszoltatta, meghúzatta rajta a csavarokat, új tokot, csináltat és visszahozza. Nem, hát, ugye? Valószínűleg. De viszonylag kicsi az esély. Érted, de hogy azért ez szomorú szerintem, nem? Hát mindenképpen. Hogy valaki itt egyveskező, valaki lop ezen a munkahelyen. Nem hiszem, hogy külsős volt. Jules, miért kezdted el nézni a mennyezetet ilyen furcsa? És dugott valami dalt. És megjelent egy izzadság volt a hátán az ingi. De most mondjatok erre valamit, miért nem szomorú? Hát dehogy nem. Eszedbe jutna bármit is ellopni valahonnan? Nem kollega volt, biztos, hogy nem kolléga volt. Hát akkor meg csak vendég lehetett. Nem egy dolog tűnt már itt el egyébként, igen. Hallok én panaszkodó hangokat, igen. Kamerarendszert akarok. Tessék? Kamerarendszert akarok. Hát... Igen. Na mindegy, jó, nincs meg, szóval a kérdésedre válaszolva nincs meg. Tibit kérdeztük már. Már mindenki gyanús. Már mindenki gyanús egyébként. Na mindegy. Jól van, nem érdekes, mindegy. Lehet jelentkezni játékra, jó, egészen nyugodtan, fél hét múlt 2 perccel, jövünk a hírek után. 8 perc van, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Justin Timberlake-es zene volt. Uh-huh. Ha figyelj, neki bejött, úgy volt vele ez az Ed gyerek, aki az előbb énekelt, hogy akkor neki is jó lesz az a stílus. Igen. Hasonló. Na jól van. Oké, mennyire megyünk? 2-1-re? Kettő egyre megyünk, jó? Úgyhogy megnézzük, ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra.
Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok, Judit vagyok. Judit! Ja, bocsánat. Hello, Judit! Honnan hívsz minket? Budapestről. Mit csinálsz? Otthon vagy? Nem, már a munkahelyen így vagyok Budapesten, egyébként Ócsán lakom. Ócsai vagy. Nagyon jó. És mit csinálsz a munkahelyen? Munkahelyemen itt egy gyógyszergyárban dolgozok, és ott vagyok csomagolás technológus. Csomagolás technológus, egy gyógyszergyárnál. Aha, jól van. Oké, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Gyönyörű választás. Üdös francba. Azt hiszem, hogy beszélgetünk a gyönyörű templomotokról egy picit majd, de te Balázst választottad. Persze, megtehetjük az Árpád-köri templomról, gondolom voltál már benne, János. Egyszer tényleg nyáron, ősszel, lehulló falevelekkel, fűtéssel, fűtés nélkül, gyerekkel, gyerek nélkül, fényképezőgéppel, anélkül, vakon, sötétben, pókjárásban. Többé-kevésben is mondta egyébként Balázs, hogy mikor, milyen körülmények között látogattam el hozzátok, és néztem meg a templomot sokat szóra, mert imádom. Igen, körülbelül ezt a sorrendet tudom elképzelni. Na jól van, oké, mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Szervusz, Balázs. Szervusz. Szeretnél kérdezni? Hát kérdezzél, te nyugodtan figyelek. Juditot mondtál egyébként? Juditot mondtam, Judit. Így van. Na. Talán csomag? Amiről... Igen? Ja. Köszönöm, ebben nagyon szép volt. De ez az, hogy gyilkoljuk meg őket, amit mondtál, hogy nyírjuk ki, ez már az. Ez már, hát nem, indul az óra. Nyári? Szép volt! Megállítom, mindjárt letelik. 35 másodperc, múlva az egy perc. Atyaisten. Hát, igen, ez csak egy álom. Nem sokára megszólal az óla, fölébredek, és elindulok a rádióba dolgozni. Mintha mi sem történt, és elmesélem a srácokat. Ha nem baj ennek, én most örülök. Dehogy baj, hát persze. Biztos, hogy örül és tombol. Igazából ő szokott játszani, én nem vagyok nagy játékos, de vele mindig kell, 5 éves a lányom, és annyira édes, mert mindig, mikor azt kellene mondani, hogy igen, akkor csak annyit, hogy az hát. Az hát. Az hát. Látod, megérte gyakorolni, mert egyszer lemostál. Teljesen, tehát mindent bevetettem, mindenre szükség volt ahhoz. Tönkrevertél. Gyönyörű, nagyon jó. Jó van, ügyes vagy. De van jó, egy... nem gyakoroltam. Igen. Köszönöm. Hát nem kell nagyon rákészülni, mert az ember túl stresszelni. Csak így becsörögtél, kiválasztod, agyonvertél, mész tovább. Átviszed az ajándék csomagot. Így van, folytatódhat a nap. Igen. Ügyes vagy. Hát ehhez nem kellett. Köszönöm, hogy ezt nem mondtad. Most meg aztán jó, hogy megalázom. Gratulálunk. Jó? Küldjük az elmény csomagot. Köszönöm. Ciao. Sziasztok, szép napot. Hello, szia. A király volt. Na, ugye? Gyerekek, na. Verjük be az utolsó szeget a kopasonkba. Nyírjuk ki. Hogy bevertük az utolsó szeget nekik? Akkor most 2-2? Az, de mondjuk így izgalmas a hét. Olyan úgy lett volna úgy bejönni hónap, nem Jani, hogy 3-1, tök mindegy. Köszönöm ezt a pozitív hozzáállást, hát tök udalom lett volna most 3-1 van. Most holnap érted, majd kapaszkodhatunk. Ugye? Na jó van, hát ez számomra. Na mindegy, hát ez van. Hát ez van. Mérnek az M3-on a 193-194-es kilométer között Nyíregyháza felé, Szili köszi az SMS-t, Pécs felé a 6-os számú főúton, hidas után, kis mennyiségű Fanta üdítő borítja az utat, ez pedig Rusi küldte nekünk, 3 perc múlva 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra múlva 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggel, csütörtök reggel van, 4-8, egy kicsit még hűvös az időjárás, de jobb lesz. Jobb lesz. Sokkal jobb lesz. Sokkal jobb lesz. Sokkal jobb lesz. Úgyhogy délután már ki is süt a nap, és utána hétvégén 30 fok lesz, vasárnap már igazi kánikula, majd hétfő hidegfront. Tényleg ezek a hidegfrontok már úgy elkerülhetnék az országot. Igen, lehetne egy ilyen 2 hetes laza 28-32, nem? Hidegfront nélkül. Úgyhogy ma megint egy kicsit hűvösebb az idő, de délutánra tényleg alakul. Na, gyorsan nézzük el, hogy mi a helyzet az utakon, az autópályákon, a MÁV-val, a rakpartokon és a nagyvárosokban, kisfalvakban, mindenhol. 18. kerület, Szemere telepi vasúti sorompó 50 perce zárva tart. Kőkemény. Mert a vonatok 10 kilométeres sebességgel jönnek át, ki tudja miért, írja Timi. Hát, azon a vasúti átkelőn áthaladni egyébként mindig egyfajta a kalandos érzés. Tehát, hogy mi is gyakran járunk arra, ez a vagy bejön, vagy nem jön be alapon. Nézzük a jó oldalát, működik a sorompó. Egyébként ma legyen egy olyan nap, hogy járnak a vonatok. Így van, legyen egy olyan nap, hogy ma mindennek csak a jó oldalát vagyunk hajlandóan nézni. Ha valami arról beszélünk, akkor annak is átfordítjuk úgy, hogy ma csak egy ilyen, csak a jó oldalt nézzük, jó? Csak a napos oldalát. Hál' Istennek 10-zel jönnek, nem 8-al. Így van.
Vigyáznak rátok, ha 100-al mennének, összetörnétek magatokat. Igen. Milyen jó, hogy 10-el jönnek. Jöhetnének 6-tal is. Így van, igazad van. Mindennek a jó oldalát kellene nézni. Jó? Ma. Ilyen. De megpróbálunk utána járni egyébként. Így van. Balázs, tényleg van egy húgod és egy nővéred? Ide Pisztu. Csak a jó oldalát nézzük. Van. Legyük boldogá Pisztut is, nem? Így van. Van. Van egy húgom és van egy nővérem is. SOS, nagyon fontos, van a fontos kérdésem van. Mit csinál most Elmi ki? Gyerekek, szerintem alszik. Csütörtök, szerintem már rápihen a hétvégi bulizásra. Már volt egy haknia tegnap, szerda este, egy bevezető jellegű hétvégét felvezető hakni. Biztos, hogy alszik. Na jó, de hát az a hakni az ugye eltartott, mondjuk nem tudom, hajnali 2, azért ilyenkor 4-8-kor alvás. Biztos. Igen, nézzük meg. Ne? Nézzük csak. Hát szerintem kíváncsi lennék, hogy mit csinál most Elmi ki. És tényleg az. Már. Most fordul a másik. Gyere, várj, rossz helyre nyitottam be. Ez a szomszéd. Várj, most vagyunk a Mikinél. Ajaj, hát megbízható. Hát ez a Miki. Hát azt hittétek, alszik. Hát, ez hát nem az első rányítás. Azt gondoltátok, alszik. Hát dehogy alszik. Az a szomszéd volt. Mikinél buli van. A legnagyobb buli király. Mikinél buli van, gyerekek. Hát nem alszik. Ez az ember soha nem alszik. Mérnek az M3-ason a 193-194-es kilométer között Nyíregyháza felé? Szili küldte nekünk, Miskolcon a Gömöri felüljárónál rendőrautóból szintén mérnek üzeni Bálint, és az M7-es 53-52-es kilométerre között Őz a kerítésen belül. De jó, hogy a kerítésen belül van, nem? Így van. Nem. Milyen elcsatangolna. Nem, milyen jó, hogy egy Őz van. Lehetne akár kettő is. Akár lehetne van. Többen is. Az nem jó, hogy a kerítésen belül van, nem úgy kell jót csinálni valami, hogy megfordítjuk, hanem mondunk rosszabbat, hogy ma mindenkinek jó napja legyen. Most képzeljétek el, hogyha ott lenne például egy sírő kisgida. Az anyja nélkül. Így van. Vagy mi lenne, ha a belső sávban lenne az Őz? Milyen jó, hogy csak a kerítésen belül van, de nem a belső sávban. Vagy üzékedne vele egy vadőr. Igen. Na, gyerekek. Mi vagyunk azok. Egy érdekes... De lehetnénk már vének is. De nem vagyunk. Ennek hogy kell a jó oldalát nézni a gyerekeknek se, hogy azért ezt mondhatom a gyerek. Ennek, de, ez az már önmagában önmagába jó oldal, igen. Majd ha úgy kérdezünk is, hogy igen, Balázs. Igen. Bali, nézd a jó oldalát, úgyhogy nem kell a napszemcsit. Nem! Hát hordja egészséget. Itt minek? Rohadjon rá napszemeg a torvajon. Kint sincs nap. Így van. És itt meg benn minek? Hogy vakítan az a fénycső? Az a sok fénycső, ha nem lenne kiégve négy. Igen. Találtunk egy érdekes hirdetést az interneten, és szeretnénk ennek utána járni, mert a dolog önmagában is érdekes lehet. Ugye van egy cég, aki úgy hirdeti magát, hogy egyetlen egy perc alatt bármilyen autót bármikor kinyitnak. Azért ez szerintem érdekes, és hát letesztelni hát valók. Ez 2 perc is. És lehetne akár több cég is. És nyithatná másét is, nem csak a sajátját, hát ugye? Tessék. Így van. Mert hogy... ugye, de ez úgy van, hogy mondjuk a szomszéd előtt áll egy valami nagyon értékes autó, és én azt szeretném magamnak, akkor őket kihívom és kinyitják. Mi van akkor, hogyha például bent hagyod a kulcsot az autóban, hozzá szeretnél jutni, vagy ne adj Isten, valami olyan értéked van bent, amit, vagy mondjuk egy laptop, vagy bármi más, amire neked akkor abban a pillanatban szükséged van. Nem tudod, hogy hol van a pótkulcs. Lehet, hogy a nejednél van, aki az ország másik végében, vagy a férjednél, aki az ország másik végében van, a tiéd pedig bent van az autóban. De miért vinnél a nejem az én kulcsomat, mikor az autó nálam van? Hát ez az. A hirdetés önmagában arról szól, hogy bármilyen autót kinyitnak, és a helyszínen kérni fogják a gépkocsinak, a tulajdonosának, az üzemben tartójának, a jogsi használójának a papírjait, hogy ezzel igazold a saját védelmet, hogy a tiéd az autó. Tessék? Hogy nagy másét nyitass ki. És a hét minden napján 0-tól 24 óráig állnak rendelkezésre, SOS zárszervíz, bármilyen autót kinyitnak egy perc alatt. De most, ha én például a kocsi papírjait a kocsiban tárolom, akkor nem jönnek. Akkor nem nyitják? Akkor nem jönnek. És azt sem jó, nyisd ki, és utána megmutatom, hogy az enyém. Ez egy dolog igazából, na most nem is ennek a cégnek akarunk reklámot csinálni, mert elmondják, hogy ők ezt hogy csinálják, de nem érdekes, hogy bármilyen autót egy fél perc alatt kinyitnak. Hát akkor tulajdonképpen ez azt feltételezi magad, hogy ezt az autót el is tudják indítani. Ha már kinyitottad, még nem biztos, hogy el tudod indítani. Mindenesetre be tudnak jutni az utastérben. Ez jó, szóval hogy csinálják? Ez önmagában jó dolog, mert mondjuk sokkal kellemetlen lenne az, hogyha mondjuk úgy bejutnál be az autódba, hogy mondjuk a hátsó szélvédőt benyomod és bemászol. Az egy elég primitív, igen, bejutás. De lehet, hogy azon jönnek egy ilyen viperával, bármit kinyit egy perc alatt. Pak! Igen. Oda teszi, tessék, parancsoljon. Ráver az ára. Igen. Az működik még? Ez a teniszlabdás? Hát ez szerintem egy elég primitív rendszer. Aha. De lehet, hogy a régiek
régen működött, de most már nem. Nem tudom, azt tudom, hogy ha kiütöd a hátsó lámpát, és ott rövidre zárod a riasztót, akkor bizonyos autóknál azt meg lehetett fogni, hogy akkor zárlatos legyen a riasztó, és ne riasszon. De hát most már vannak olyan védett rendszerek, amikkel ezt nem tudod megcsinálni, ugye, hogy most arra kell figyelni, hogy ha bezártad az autódat, akkor tényleg bezártad-e. Uh-huh. Mert ugye ott az ugrókódodat leolvassák, és akkor rányomsz, azt hiszed, hogy zárva van, de közben már nincs. Ugrókód. Ugrókód. Ugró, nem ugrózás se. Ez már ugrál. Ugrókód. Hogy nyitják ki vajon? Nyilván elektronikus, ilyen számítógépes. Szerintem mechanikus. Ne? Szerintem mechanikus annyit. Dehogy is, hát mit elkezdi feszegetni biztos az ajtót? Biztos vagy, persze. De azt mondta, hogy sérülés nélkül. Sérülés nélkül. Hát ő nem sérül meg. Nem, szerintem ő nem sérül meg közben, nagyon vigyáz magára a saját testvérségére. Ha már hülye vagy, hogy behajtad a kulcsot. Nem lehet, hát nem, nyilván számítógép, valami wifi-s rendszer. Nem lehet számítógép, tudod miért nem lehet számítógép? Mert nem mindegyik autóban van olyan riasztó, amire neked a számítógéped rá tud hangolódni. Ez csak is kizárólag mechanikus lehet, ez nem tud számítógépes lenni, mert mondjuk egy X6-nál vagy egy ML-nél lehet, hogy valahogy ráhangolódik az ugrókódra, de nincs meg a kulcsod, azt nyomnod kéne ahhoz, hogy rá tudja hangolódni. Tehát ugye sok ilyen autótolvaj úgy lopja el, hogy te állsz egy bevásárló központban, és megnyomod a riasztódat, bezárod. És a bezárás közben ők valahogy leolvassák a riasztónak a kódját, uh-huh. ugye, ami aztán már egy másik kód lenne, ezért ugrókódos, és te azt jelenti, hogy bezártad, és ha nem nézed meg... Ja, közeledben ülnek valami autóban. Igen, is közeledben ülnek, kis... már kis szoftver, kis laptop, nagyon-nagyon ügyesen csinálják, ráhangolódnak, és te nem nyitott be, sőt, ugye hát ők leolvassák azt a küldött kódot, ez valaki elmagyarázta, elég bonyolult. Van egy szerkezetük, ami leolvassa az a te küldött kódodat, ami az autóhoz megy, és ezáltal utána ők már bejutnak az autóhoz. Ezért jobb a komoly mechanikai védelem. Igen, tehát most már egy autót, egy komolyabb autót egy laptoppal lopnak, meg egy ilyen kis, nem tudom, egy programmal, aha. tehát semmiféleképpen nem bajszerrel mennek már. Én soha nem felejtem el azt a napot, amikor láttam, hogy egy nyíradonyi autószerelő hogy nyitotta ki egyetlen küllő segítségével a mi 1005-ös Moszkvicsunkat. Bent hagytam a kulcsot, becsuktam az ajtót. Aztán hogy nem tudtam bemenni, érte a kulcs, természetesen másik nem volt, apám iszonyatosan pipa volt, és ott a rokonok szereztek, egyeskülmű voltunk egyébként, rokonok szereztek egy kontaktot, egy helyi autószerelő jött ki, és hozott magával egy küllőt. Először nem értettem, de még apám se, pedig ő gépkocsi vezető volt. Oda ment az ember, meg kicsit meghajlította a végét, lenyomta ott az ablak és a gumi szigetelő között, csinált egy ilyen kis mozdulatot, viszont látásra további jó mulatást kívánok az esküvőhöz, és így nem kért semmit. De rendben. Nem kért semmit, látta, hogy apám milyen pipa. Nem mert. Valószínű, hogy ez, mondom, szerintem ez egy mechanikai nyitás nyilván. Aha. Ugye hát minden ajtót, ha te belülről meghúzol, és elérik azt a kis kart, amit meg kell húzni, akkor valószínű, hogy az alapján tudják kinyitni. Tehát ez ugye bonyolultnak tűnik, ha te ezt informatikussal akarod megcsinálni, ugrókod, stb. De te az ajtót minimálisan ki tudod feszíteni, és be tudsz menni egy U-alakban meghajtott kis karral, akkor neki nem kell más csinálni, mint a belső nyitókart valahogy elérni, hogy meghúzd. És onnantól kezdve az ajtó kinyílik. Alulról hát egy flexel? Tehát az nem rossz, ajtó vagy kinyílik. Vagy felülről. Igen, akkor azért már kezdj el gyanakodni, amikor jön valaki egy ilyen hegkesztős zsakkal, meg egy iszonyatos sikítóval a kezébe. Igen, garanciát nem vállalunk, csak nem olvastad el a kisbetűs részt. Na, hol dugja be a küllőt? Például a te autódban, ahol sehol. Hát minden autónak... Az ugyanúgy ki lehet nyitni, mint bárki másét. Hát a tiédet úgy, hogy belerúg a hátsó sárvédő, és leesik az ajtó. Leesik, az lesz. Beszakad a lába. Igen. Így, én is így szállok be minden napja, de hülye vagyok. Nyímák. Ja. Nem. Valószínűleg nyilván az ajtónál próbál ő valahogy bejutni. Hát a motorháztetőn keresztül marha nehéz lenne. Na de igen, átközleli magát a motoron. Tehát mit csinálnék én, ha én lennék ennek a cégnek a vezetője, és ezt a céget én csinálnám? Kicsit elfeszíteném az ajtót a kasznitól, és bedugnám azt ezt a küllőszerű kis képződményt, és meghúznám a kart. Na jó, az elfeszítés mivel képzeld el? Egy vas darabot oda beütsz? Egy irgalmatlan Baumaxos feszítő vas. Az, amikor igen, amikor kihív egy ilyen rossz arcú X6-os, vagy egy MLS, és a tásókám nyisd már ki, és megjön az, hogy pajszera, jövök már! Öcsi, nyitom! Nem biztos, hogy örülnek. De hát trükkre vágtatok az arcát. Ugyan már, ülik, csukodik, mit akarsz, hol sérüléshez, maradjál már. 10 000. Igen. Szóval, hogy valahogy így kell, hogy csinálja. Aha. Na tessék, kinek az autóját nyissuk így ki? A tiéd. Hát nyilvánvaló, Janinak nincs, ugye az enyém, az mintha az előbb meghallgattam, hogy rakott szar. Jaj, tényleg nekem nincs a fejem. Nem rakott szar, csak nem, hát a tiéd, oda megyek, rátámaszkodok fölülről, és kinyílik az egyik ajtó. De ezért jó, ezért nem is akarja ellopni senki. Szerintem csak a tiéd jöhet szóba. Hát az enyémet se tudod ellopni, de kinyitni ki tudod.
Jó, de nem ellopni akarjuk, most az a cél, nem. Hogy kinyissuk, tehát itt lopásról egy szó nem két dolgot nem lopunk el tőled. Jó, de akkor nem. Legyen az, hogy a Jani beül a gyerekülésbe, bekötjük, és már jó. Nagyon szomjas. Jó. Te vagy az, akit már bent hagytak a gondatlan szülők. De csapkodjak majd a kis lábaim a kis kezébe. A kis kezébe, de legyél nagyon dühös, hogy egy fél órája bent vagy a kocsiban. Egyébként. Mi pedig vagyunk a hősök, akik egyébként kiszúrják, hogy a felelőtlen szülő bent hagyta a gyermekét. És sajnos egyébként ez az a baj, hogy ez még jó példa is, mert vannak ilyen irgalmatlan felelőtlen szülők. Igen. Gyereket bent hagyja a kocsiban, mert hogy ő elmegy egyébként pénzt felvenni, beugrik a tecsóba, vagy elmegy virágért, vagy inni egy kávét, de hogy a gyerek pont aludt akkor, amikor ő elment, és nem akarta felébreszteni, és kint hagyja a tűzenapon a parkolóban. Tehát olyankor egyébként, ha például nem lehet elérni ezeket az új embereket, ilyenkor segíthetsz is. Masszívabb tégla, igen, életmentésről van szó, hogyha így tetszik. Egyébként, bocsánat, hogy szabadba vágok, nem csak a gyerekeknél, hanem ezek kutyusoknál is. Sőt, inkább ott több kutya halmeg. Hozzá már kétféle hangot, tehát egy fél perc gyereksírás, utána kis kutya vonyítás legyél. Jó? Aha. Hogy így váltva, hogy azokat is megfelelően, még nincs gyereke, de kutyája. A nagyobb baj az, hogy néhányan egy laptopot néznek gyereknek, és ugyanúgy kiszabadítják a hőségbe. Jó, az anyós ülésre hagyod. Legyen akkor úgy, hogy először leszek éhes kisgyerek, utána pedig leszek szűkölő kiskutya, és utána pedig legyek mondjuk tiltakozó szűz, jó? Jó, jó. Ez a három. Na tessék. Azt írják, Balázs, ez nem így van. A lezárt autó belülről sem nyitható, mert azok reteszelve vannak, legalábbis a jobbak. Tehát egy hallgató szerint ezt nem lehet így kinyitni. Hogy rányomom a riasztót, központi zár, akkor azt nem nyitja így ki senki. Retesz és tudólakat. Jó. Oké. Elhívtuk a cégnek a tulajdonosát. Igen. Itt van. Itt. Ez önmagában nem tűnik szenzációnk, de... De ma pozitív nap van. Ja, akkor igen. Jöhetett volna egy alkalmazott is, de a tulajdonos jött. Látod, itt kell rajta csavarni. Megtisztel minket. Megtisztel minket. Azt mondja, hogy bármelyikünk autóját kinyitja egy perc alatt. Aha. Uh-huh. Hát a milyenket biztos nem, mert 40 perc odáig az út, BKV-val. Nem tudod, hogy ma én ideálltam a te autóddal kora reggel. Felsorakoztam a te autóddal. Legyen az enyém? Na persze, legyen. Hát most az enyém az egy egyszerűen nyitható szerkezet, ráadásul ugye kabrió. Ugye kabrió, tehát bemászom fölülről. Így van. Egy kis kés kell hozzá, az meg azért, ne? Tehát egy autó marad a háromunk közül. Legyen az én autóm. Nyissa ki. Nyissa. Aláíratunk vele egy szerződést? Hát nem. Apró betűs részt átfutod addig? Valaki? Nem, szerintem megbízhatunk benne. Jó. Oké, zenélünk akkor egyet, jó? Jó. És hozzátok a gitárokat. Tessék? Ja, hülye, nem úgy. Nem, csináljuk azt, hogy akkor most beszélgetünk vele kicsit, gyere Ferenc, jó? És akkor hírek után itt megcsináljuk, vagyok. Jó? Addig kimegyünk, igen, gyere Ferenc, itt vagyok. Hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt. Hát úgy nézek ki, mint egy programozó, nem úgy, mint egy autófeltörő. Uh-huh. Egyébként. Mondom, hogy számítógéppel nyit. Nem, egyáltalán nem. A mechanikus tip volt egyébként a helyes. Gyerekek, mondom én. Bejutni egy autóba, meg elvinni, az két különböző dolog. Bejutni mechanikusan kell. Ez elvinni, az már programozás. Tudsz róla mesélni. És egy Lada Samarára, te jöhetsz mondjuk egy laptopra, nem tudod. Teljesen felökülsz. Nem mechanikusan senki kell elvinni, tudod. Na de igen, de mechanikusan kell nyitni minden. Utána, de elvinni nem tudjátok. Nem, hát mi kulcsot készítünk hozzá abban az esetben, hogyha elhagyják. Kulcsot is készítette? Aha. Igen. Ha el akarja vinni, vagyunk. Akkor az hosszas folyamat. Azért jelentsük a rendőrségnek, nem? Biztos, ami biztos. El már most jött ki. mennyit voltál benne? Kik hívnak? Riadházi asszonyok, férfiak? Inkább kicsit közelebb nyugodtan a mikrofonhoz. Többnyire férfiak. Férfiak? Érdekes, igen? Hogy ők zárják be többször a kulcsot, meg hagyják el, de nem tudom, mi lehet ennek az oka. Hogy zárod be a kulcsot? Ezt akartam kérdezni. Tehát a kulcsot hogy zárod be? Na. Ugye régen az autókon át kellett az ajtó nyomni egy kis reteszt, akkor az pirosra váltott, becsuktad, bezártad. De önmagában, ha csak becsukod az ajtót, most már azért a legtöbb autó nem zár le? Vagy a riasztó van úgy beállítva, hogy zárjon le egy idő után? Némelyik autónál igen, de valamikor csak magától hirtelen lezár. És egyébként kiskutyák, gyerekek nagyon jól tudják bezárni belülről az autót. Tehát mondjuk leáll az autóval, benn van a gyújtás kapcsolóba a kulcs, kiskutya ott ugrál, lenyomja a gombot. Ja, és ha egyet lenyom, ugye lenyomja az összes többit a központi zár, tényleg. Aha, az nagyon klassz. Vagy például külön ki lehet némelyik autón elnyitni csak a csomagtartót, pakol az ember, lerakja a kulcsot, elfelejti, lecsukja a csomagtartót, szevasz. És akkor nyitjátok belülről az utastérből a csomagtartót is? Valamelyik autónál nem. Attól függ, hogy hol van a húzó, ugye? Tehát igen, ez nem mindegy. Nem mindegy, hogy bovdenes vagy sem, tehát valamikor záron keresztül kell nyitnunk. Aha, tehát valamikor ugye elektromos, tehát hogy gombnyomásra nem megszakítja. Igen. Hát jó. Mindig és akkor azt mondjátok, hogy
Igen. Mindig sérülés nélkül dolgoztok, vagy azért igen. Előfordul? Velem már fordult elő egyszer egy kisebb baleset, megrepesztettem egy üveget, de... Nagyon jó, hogy te jöttél. Nagyon jó, hallod? Ez egy legény búcsú. Itt a főnök, akkor Bali. Picit arrébb rakom a kulcsomat. Ehhez az autóhoz nem nyúltok hozzá. Nem is kell hozzá a kulcs, pont ezt mondja, ugye, hogy nem kell a kulcs. Nincs ezzel gond, a kivétel erősíti a szabályt, meg nyilván a fényezőknek is kell élni valamiből. Nem baj. Belefér. Ez egy rádió műsor, érted? Mindent a showért. Hogy igazoljam, ha, hogy enyém az autó, mondjuk bent van a forgalmi? Hát ebben az esetben már bizalomjáték a dolog. Tehát oda szoktam menni az ügyfélhez, megkérdezem, hogy forgalmi van-e esetleg. Az esetek 90%-ában bent van az autóba. Többnyire utána meg szokták mutatni. Uh-huh. Meg talán rólad elhiszik, hogy az az autó a tiéd. Rólam már kevésbé. Igen, elnézést, Vadon János, hogy kinyitná azt a DB9-es Aston Martin. Szeretnék elmenni. Igen, ez egy érdekes dolog. Most olyan nem volt, hogy kinyitottátok valakinek, azt mondta, hogy köszi, fölütött egy laptopot, és valamit nagyon furán elkezdett nyomkodni. És uram, megmutatná a forgalmit? Na jó, köszönjük, menjen innen. És elzavart? Igen, nem. És furán elővett egy ilyen arab kinézetű ember egy laptopot az X6-ban. Nem volt még ilyen? Nem, hasonló nem. Mert azért az elég fura, nem? Kinyitod egy autótolvajnak megköszönni, és egy laptoppal elkezd mahinálni. Jó, mennyi idő alatt nyitott ki az autómat? Hát ez 30 másodperc és 4 óra. 10 perc között. De ebbe benne van a séta az udvarra is? Nincs. Tényleg. Csak 10 perc az micsoda? Az 16 másodperc, de... Nem úgy értem, hanem, hogy a 30 másodperc és a 10 perc között azért nagy, hogy hol van a húzókar, arra nem, gondolsz? Nem. Bedugok a zárba egy nyitó szerkezetet, és nekem a lamella kombinációkkal kell játszanom. Jó, hogy te záron keresztül nyitod? Igen. Én a következőre gondoltam, beraktok egy ilyen vérnyomásmérőt, azt fölpumpáljátok, szétnyílik az ajtót, bedugtok egy ilyen kis valamit, és meghúzzátok a belülről a nyitót. Nem ez? Nem de ez? De ilyen is van, csak ez autótól függő. Aha. Tehát vannak olyan autók, amik dupla retesz záron zárnak, tehát nem csak mechanikusan, de elektronikusan is. Na, annál hiába húzogatom a kilincset vagy ennyi. A gombot, aha. A mechanikus zár nem enged csak, vagyis pontosabban csak a mechanikus enged, de az elektronikus nem. Dupla zár. Dupla zár. Azt hitted, kinyitja fél perc alatt. Mi? Aha. Dupla zár. Tök jelenne, hogyha kimenne egyébként, és itt hype-olned rettenetesen az autódot kijön, és ja, ezt a szart is levenni a vonóhorgodra, a teniszlabdát. Puff! Nem akarom hype-olni az autómat, én csak kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő alatt. De ez a teniszlabdás, te index leütős, ez már nem működik, nem? Az csak a riasztó rövidre zárása miatt van, vagy miért? Nem tudom, a teniszlabdás egyébként sosem működött. De volt valami városi legenda, hogy a teniszlabdát megfogod, és a kalapáccsal ráütsz a teniszlabdára, nem, és akkor betörik az ablak? Vagy volt valami ilyesmi? Ezt a régi az első centrálok azok még vákumrendszeresek voltak, és úgy gondolták, hogy ha a teniszlabdával akkor csapkodjuk a zárat, akkor a vákumrendszer majd aktiválódik, és akkor kinyílik szépen az autó, de ez sosem működött. Ja, na jó, oké, hát tesztelnek el rovatunk, mert ez abszolút belefér, nem? Szerintem simán. És mi van akkor, ha valaki nem akarja elvinni a kocsit, csak kirabolni? Kinyitod neki, lever kettő hatalmasat, megfekszel a körúton, és elvisz minden. Még aláírattok vele valamit? Vagy semmi? Nem. Aha. Semmi. Volt olyan, hogy gyanús volt valaki, és nem nyitott el, aki azt mondta, hogy tesó, ne haragudj. Nem. Ránézésen 4000 év börtön neked, nem. Inkább maradjon, mert a kulcs, hívjál máskor, megadom a konkurencia számát, de ezt nem nyitom ki, ilyen nem volt? Nem, szerencsére még nem. De olyan se volt, hogy gyanakodtatok, hogy oda ment ezzel a srác, akkor van egy bírásodok, illetve vennétek egy fedél nélkül, meg kinyitnátok a Bentley-met? Vannak gyanús momentumok, nem? Na jó, oké. Próbára teszünk akkor, jó Feri? Jó. Álltál már szembe valaha ilyen autóval? Nem, viszont BMW zár van benne. Na, hát most kellett engem megbántani. Látod, hogy mindig a németek. Látod, hogy minden a németektől indul. Látod, hogy a német autó a legjobb. Minden, BMW zár van benne. Tök jó hangzik. Igen, mert ezek a szerencsétlenek egy zárat se tudtak legyártani, azt hát nem kellett. A Tatánál néz meg ezek már mit csinálnak. Akkor tesztelnünk kell. Viszont Feri, bárkivel dolgozunk együtt, van előtt egy beavatási szertartás, told le a gatyádat, légy. És ne jegy meg ettől az esernyőtől. Fél 8 óta, 1 perccel jövünk mindjárt a teszttel. Kinyitható egy autó 1 perc alatt, ennek járunk utána. Jövünk a hírek után. Beszélhet főnök! Halló! Halló. Hát csak mondom, hogy mi a helyzet. Nem tudják kinyitni a kocsimat. Nem hozott magával valamit, mert azt mondta, az enyém annyira bonyolult, hogy nincs nála ilyen tudsz. Pedig a gyerek már bent ül a hátsülésen. Anya! Hol vagy, anya?
Most kiskutya, most kiskutya. És most a szűz, és most a szűz. Nem, de mégis. Hiszen már 28 vagyok. A Laci autóját fogjuk kinyitni demonstráló jelleggel, mert hogy nem, nincs valami alkatrész az én autómhoz, érted? Értem, most kérdezed, hogy itt állunk az autód mellett, Feri, az magától kinyit. Ne, hát én figyelj, azt már azt be se zárom, tudod, hát tudod, az egy rossz alfa, senki nem akarja elvinni. Egy picit nagyon smunggal elhúzott az előbb mellettünk egy ifa, és kinyílt az ajtó. Mind a három az alfa. Srácok, nem azért mentetek ki, hogy szarozzátok az enyémet, csak mondom. A másik dolog, hogy az előbb én kint voltam az emberünkkel, ugye kimentünk a te autódhoz, és ahhoz, hogy annak egyáltalán az árszerkezetét meg tudjuk nézni, le kellett pattintani egy ilyen műanyag alkatrészt a kocsiról. Semmi baj, lehet állítólag kapni utánrendeléssel. Fiam, betoljuk a szakszervizet, Gariba megcsinálják. Na. Ja, nagy baj nem lesz. Na, mi a gond, Feri? Mit nem hoztál? A Range Rovereknek BMW zárja van, viszont kösz, hogy bemondtad az autómat. Kétféle típus van, az E meg az F szériás. Na most én nálam általában csak az E szokott lenni, az F az ritkább változat. Azt bent tartjuk az üzletünkbe. Tehát, anya, a BMW-hez hol megyünk, vagy anya? Azt tudtuk magunkhoz venni, tehát vész esetére, amit most nem tettem meg. Hát ott ki se hozza magával a szerszámot, az annyira durva. Az anya! Szoptasd már meg olyan itt! Kifilnom kell! Anya! Még csak 50 fok van a kocsiba, elhallgassam, mert rádverek, bemegyek még vásárolni egy órát a plázába, játszál a Matiddal, jó? Jó, játszok vele még egy kicsit. Minden tiszta hamu itt, szétfújta a szél a nagymamát. Na, nézzük akkor, hogy kell egy ilyet kinyitni, jó? Ez egy kis kolt egyébként, amit megpróbálunk kinyitni. Milyen célszerszámok vannak? Hát ilyen hosszú kábeleket látok magam előtt. CB antenna, jó, két taxis, akkor ma reggel nem annyira örül. Bújtéten gyűjtöttem be, de jó, oké. Okay. Bújtéten gyűjtötted be, jó. Na, essél akkor neki az autónak. Következőt látjuk, egy kicsi kis pajszerral és egy vérnyomásmérő pumpás szerkezettel, nem is voltam olyan messze a tippeléstől, Ferenc az ajtó felső részén befeszíti ezt a kis vérnyomásmérő ilyen kis... Anya, valaki be akar jönni. Kisfiam, még csak 65 fokba hallgassá elmert. Nagyon nagy baj lesz. Mondjad, Feri? Ajtó elfeszítő pumpa, hát egy egészségügyi rendelőben ezt most nagyon keresik egyébként. Ma anya, reggel egy vérnyomásmérésnél. Ne félj, kisfiam, egy óra is kint vagy. Feri befeszíti az ajtó felső részébe ezt a kis pumpát. Van nála egy nagyon szép konyharuha. Édesanyám ilyennel törölt át a tányérokat mosogatás után egyébként. És hát a kolt egyelőre ellenáll, mert hogy nem engedi be a kis testébe ezt a kis pumpát, amit Feri próbál befeszíteni, a gyermekben pedig egyre jobban izzad. Jaj, pukisztam is ráadásul, egyre sűrűbb a levegő. Anya, engedj ki! Anya! Na, hát egyelőre ez a pumpás szerkezet ez nem megy, nem akar bemenni. Látod a japán technika, nézd meg, hogy ellenáll. De most elindult a pumpálás, már 120/70 az autóvérnyomása, ahogy látom, és elindult a kifeszítés, egy picit egy ilyen 2 centit elfeszítette az ajtót. Anya, összeféltem magam. Ezt büdöskelek, még be is szartál. 6 éves vagy, már megmondtam, hogy tudod használni a vécét. Kinyitjuk, egyszer kinyitjuk ezt az ajtót, jó, megverlek. Anya, már nem bézs színű a kárpit. Alattam. Jaj, bejött a drót. Na, és a feszítés elindul, hát meglehetősen mechanikus a módszer egyébként. Ferenc egy ilyen kis feszítő kampóval, vagy ezek egy CB antennával próbálja az ajtó belső nyitó szerkezetét, amit ugye mechanikusan meg kell húzni, beakasztani, de a japán csoda nem enged, és ledobja a kis testéről azt a kis feszítőkábelt. Fémkígyó. Na, hát egyelőre így állunk jelen pillanatban. Jól érzem, hogy letelt az 1 perc. Az 1 perc az letelt, nem is lenne baj, a CB antenna Jani szájából a 6-os tömést próbálja éppen kirántani. Kicsit rossz irányba van most ez az antenna. De nagyon mechanikus a dolog, tényleg, hát ilyen nagyon effektíve középkori módszerekkel egy CB antennával belül próbáljuk kinyitni a... Anya, nem akkor... jött, már jönnek a maradandó fogaim. Kicsit másfél órája vagy 75 fokban, úgyhogy... Csendben legyél. Na, és most érünk oda,
hogy beakasztjuk ezt a kis CB antennát a nyitóba, amit ugye belülről nyílunk az, vagy nyitunk az a kis kar. Az, hogy 16 fokkal is rövid nadrágban vagyok. Anya, valami beleakadt a kakilóma, és nagyon rángat. Kisfiam, a nagyobb baj, hogy azt látom, hogy ez tetszik neked. Ezért egy újabb erés otthon. Igen, tiszta apád vagy. Na. Ugye a japán csoda, ugye? Ez így van. Aha. Na. Hát... Szerintem ablakbetörés. Csak úgy tudod kimenteni a Janit. Tessék? Csak ablakbetörés. Én azt csinálnám. Jaj. Nem találom, Tomás, a gőzmód. A gyerek előre mászott. Nem. Kimászott az ülésből. Hát egyelőre nem tudjuk beakasztani. Jó, azért most picit megnyugodtam igazából. Aha. Azért az még nem megy olyan könnyen. Én toltam vissza a drótot, bevéttem az ajtót. Amíg visszajött anya. Feri, látod, hogy ellenáll a japán csoda? Hát most mondd meg. Mindennek, de figyelj, nem tudsz beszélni a gyereked, de ha már tud beszélni, akkor igazán megérthetni, hogy ezt a kics kallantyút húzz el, és kijöhet. Aha. Anya, ha 5 percen belül visszajössz, nem mondom meg apának, hogy hetente háromszor jövünk ide Béla bácsihoz. Béla bácsi legalább tudja, mit kell csinálni anyáddal. Nem olyan lényegű, legalább... mint apád, aki egy hete részeg. De legalább letörölhetni a szádat. Béla, egyedül Béla bácsi mehet át a korpásba. Apádnak se engedem, de ha eljár a szád, nagyon nagy pofon lesz. Na, hát közben a drót egyelőre próbál elérni ehhez a kis titóhoz. Jaj, a retinám leszakadt. De kiakadt, hát de tudjuk ezt a lámpaláznak igazából. Na most, ha ez élesben történik, itt már rendőrök, polgárőrök, félelek, és minden más itt van. Most fog kinyílni. Most, de nem. De nem, semmi baj, most ez a kis egykori CB rádió fölhasította Laci bőrkormányát. Még mindig nem sikerült az autót kinyitni. De és most ebben a pillanatban! Anyja! És ebben a pillanatban nem is a kart húzta meg, hanem ugye tulajdonképpen a záró rész. Újra jöjjön a család! Na, menjen ebben a család! És így sikerült az autót kinyitni. Jó! Én megmondom őszintén, hogy én a Laci-nak a helyében nagyon örülök neki, hogy viszonylag gyenge minőségű műanyagok borítják belülről az autót. És mondjuk nem tippa. És egy kenguru bőr van belül, akkor a tulajdonos már nagyon mérges. Így van. Istenek nem ébenfából, hanem 20. fából készült a belsőre a díszítésre. Feri, most még valamit mahinál a szárszerkezetnél, két ilyen kis kétszerű dologra. Mit csinálsz? Próbálom kinyitni még egyszer, csak három. Aha. Ja, aha, hát így. Elszánt ember. Én megmondom őszintén, figyelném egy picit Ferit, mert lehet, hogy mintát vesznek a záról, és este már nem lesz autó. Na jó van, Feri, hát ez a helyzet, kinyílt igazából egészen gyorsan. Ő mondta, hogy egy 10 perc között ez a dolog, ez megvan. Itt vagy még, Feri, vagy elmentél kávézni? Itt vagyok, ihaj, vagy megint nyitott szemmel. Vagy megint nyitott szemmel alszol. Nem tudom, melyik Ferinek szólsz ilyenkor, tudod, mert nem látlak. Na. Lezárult a szó a stúdióé. Nagyszerű, köszönjük. Szépen gyertek vissza, mert mi már is Óven bácsival és Beru nénivel folytatjuk. Abban az esetben, hogyha tudunk egy szabad telefonvonalat csinálni, az elmebeteg kitelepült műsorvezető kollégák ne foglalják tovább a vonalt. Köszönjük szépen. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. 7 perccel 8 előtt jó reggelt, Szandi. Jó reggel! Szia! Milyen visszaír ez a két rossz életű? Jó, de addig én már is mutatom neked, hogy mit csinálnak Óven bácsiék. Jó, honnan hívsz bennünket? Jó. Honnan hívsz bennünket? Debrecenből. Ja, Debrecenből. Megyünk oda, kérlek szépen, klassz nyarat csinálni, de majd csak augusztus 18-án. Otthon leszel akkor? Hát, reméljük. Jó van. Nem, nincs szabadság? Hát, ez változó.
Hát csak mert az augusztus 20-a az úgyis szabad, és akkor ott, ha még két napot kiveszel, tudod, akkor meg lehet úszni a dolgot, hogy egy hetet tudsz belőle csinálni. Hát én is azt terveztem, de lehet mentünk volna vissza Pestre. Pestre? Miért, budapesti vagy? Félig meddig. Aha, jó. Hát ez sose fog kiderülni, úgyhogy már is mutatom, hogy mit csinálnak. Óven bácsi, figyelj! Nem tudom, mire tippeljek. Lehet, hogy autót próbálnak kinyitni. Lehet, feltörik az autó. Na, figyelj, akkor mutatom a dalt. Szerintem egyszerű lesz. Nana! Nana! Hát ebből még nem sokra jutottam. Tavaly vagy tavaly előtt volt ilyen rettenetes nagy egy nyári sláger. Megmutatom még egyszer neked. Nana! 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 Pedig elmondom, de nem jut eszembe se a címet. Lehet belőle egy magyar nyelvű verzió. Még ha ennyit segíthetek. Ez a... Nem merem mondani. Hát próbáld meg, hát ha jó. Nem vagyok benne biztos, ez az ilyen... Nem merem. Na jó, akkor kiveszem a bögrét, és mutatok neked egy hosszabb részletet, oké? Okay? Igen. Figyelj. Nana, 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 nana. Nem jut eszembe a címe. A magyar se? Nem. Teljesen. Tudom, hogy melyik dal, de nem jut eszembe. Ja, ha elénekled, én már odaadom az ajándékot. Hát a magyarra nem. Na jó, mutatom akkor az eredetit, így szólt volna. Nossa, nossa, si você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Hát szabdi, ez lett volna. Michel Tello. De ezt úgy szeretem is ezt a dal. Jaj, neked gyerekhangot kéne, hogy legyen. Anya. Hello, Szandi, közben visszajöttünk, hello. Na, hát még nem volt nehéz igazából. De nagyon nem. Sláger volt, teljesen érthetetlen okokból kifolyólag. Szörnyű, igen. Még egyszerű, kedves aranyos, ennyi igen. kell hozzá. Ezt még elnyomtuk a fehérvári rócsonkon egyébként, 4 akkor konkrétan, igen. Szandi, puszilunk, köszönjük. Én köszönöm. Ciao. Hello, hello. Na, figyelj, zseniális, ahogy kinyitja, egyébként mechanikus a dolog, és közönti Juli írja, aki szervezte a dolgot, hogy mindig megkérdezik előre, hogy milyen típusú autóról van szó. Tehát, hogy ő most nem hozott magával ilyet, nem tudta, hogy milyen autót kell nyitni, ugye, de hogy ezt az ővédem mondja el, hogy, vagy mondjuk el, hogy megkérdezik előre, és akkor olyat hoznak. Picit örülök, hogy nem az én autóm lett. Hát... Pedig nagyon profin pattintotta le ezt a kis zárvédőt. Az nagyon profi volt, de a próbálkozás azért hagyott némi arcfelületet, ugye hát kénytelen, de hát valahogy ki kell neki, el kell jutni oda a húzóig, úgyhogy nem baj, hogy így ez van. Nem. Mint nem egy ilyen tétovás piskígyó, hogy bejött így a belső térbe ez a drót, és akkor elkezdett, hogy össze-vissza a kavarni. Egyszer-egyszer szerintem Balázs felsziszent volna, amikor így belemart volna a bajbőrbe. Igen, örülök, megmondom, össze örülök. A sors így akarta, hogy ne legyen nála az F kulcs, csak az X kulcs, nem tudom, jobb ez így. Minden esetre kinyitotta mechanikus módon, úgy, ahogy azt tippeltük. Tehát vérnyomásmérő eltolja be és kiakasztja, egy 3 perc alatt. De kintotta. Akkor minek kellett neki az F kulcsot? Gondolom, hogy ezt nem tudta volna, mert az dupla zárás, hogy elmondta, és az valahogy a zárszerkezeten keresztül próbálta volna megkinyitni, nem egy ilyen nagyon-nagyon mechanikus módszerrel, mint ahogy a Lacinak az autóját. A vérnyomásmérő nem feltétlenül kellett volna, de tényleg úgy volt, hogy Balázs autóját fogjuk kinyitni, és mindenki fel kellett volna rá rakni a végig. Lett volna, hogy 160-as a vérnyomásom, ezt látva. Nyissatok egy ablakot, nem kapok levegőt. Ott volt nálam a kulcs, egy perc van rányomok véletlenül, senki nem vegye, ez ó, kinyílt. Hagyjuk abba a kísérletet, nyitva van. Istenem, csoda történt. Igen, hol a francban van a biztosított telefonszám. Igen. 2 perc, pontosan 8 óra jönnek újra a hírek, a hírek után itt vagyunk mi is. 8 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri, hello drága hallgatók. Friss közlekedés híreink vannak. Trafi az M3-ason a 153-as kilométernél Debrecen felé. Jacuzzi Doki küldte nekünk, aztán az M6-oson is fotóznak a 45-ös kilométernél. Szentlőrinc és Dombóvár között kint vannak a mazsolák, csak nyugodtan. Balu küldte nekünk. Műanyag rekesz az út közepén az M6-os 139-es kilométerénél. Kubinió üzeni nekünk, és baleset az Ócsei úti zebrán, sérülés van, folyik az intézkedés. Husztinak köszönjük szépen.
Balázs, én azt hittem eddig a megszólásaid alapján, hogy te értesz az autókhoz. Megdöbbentem, amikor láttam, hogy angol autóval jársz, ami egy visszabutított német technológiával hasít. És ráadásul, aki ebből dízelt vesz, az olyan, mint amikor egy középkorú szingli férfi azt mondja a barátainak, hogy nem, ma nem megyek veletek striptease bárba, ma este anyám fog otthon táncolni, hiszen ő is nő. Úgyhogy ne égesd magad. Köszi, Joci, jó vagy, ez az. Tudod te, hogy milyen jó? Joci írta nekünk. Tehát én az a férfi lettem, aki egy 3000-es dízelautóval jár, és otthon marad, mert az anyja táncol, az. Hiszen ő is nő. Aha. Igen, miközben az. A haverjai 40 felé striptease bárban mulatják az életet. Én azt mondom, hogy nem megyek, a mama táncol, és áll az udvaron egy 3000-es dízelautó. Nem, ez lettem. Egy igazi apuka? Kb. Igen, és ráadásul úgy maradsz otthon, hogy a Viki egyébként elengedett. Igen, mondjuk, hogy ennyire drágább. Nem, én itthon szeretem. Rukjába, kicsit bulizál meg. Megtehetnéd, hogy de nem. Nem, maradok, mert anyám táncol, hiszen ő is nő. Hát kell ezt gondolnom. Na, mindegy, gyerekek. Viszont van egy közérdekű információ, ezt hagyd mondjam el, mert írtak hallgatók többen, ugye mi némiképpen mi is érintve vagyunk benne, mert hogy a Vecsés és Pest-Szentlőrinci vasútállomáson sokan azt tapasztalták, hogy nagyon lassan jönnek a vonatok, és elég nagy csúszások vannak. Lehet, hogy ez még órákig így maradt, mert az éjszakai viharban ott egy-két berendezése meghibásodott, és ezeket jelenleg is javítják a MÁV-nak a szakemberei, úgyhogy ott azon a vonalon számítsanak arra a kedves utazók, hogy lesz némi fennforgás. Azért van az, hogy lelassítanak a vonatok, illetve hogy késnek. Sőt, még az is előfordul, hogy egy némelyik járat kimarad, úgyhogy erre fel kell készülni, tehát a Budapest-Cegléd vasútvonalon. Köszönjük, János! Éjszaka vihar volt, és emilyen? Igen. Igen. Hát az lesz, hogy leszakadt a vezeték. Hát, vagy valamilyen berendezések meghibásodtak. Villám csapott bele, érted? Uh-huh. Most egy csomója. Igen. Van még egy trafing az M3-as Nyíregyháza felé vezető oldalán, a 155-ös kilométernél is mérnek a benzinkút előtt. Nagyon jó. Na, egy érdekes szolgáltatás ütötte fel a fejét most már jó néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokban. Ne akard már ezt is, mert a izé sem megy, a taxi sem megy, ne ránsd magadra. Jó, még nem lettem Uberes, nem lettem, de kiderült. Kiderült, hogy be akartam regisztrálni. Aha. Csak mondom, hogy van fejlemény. Be akartam regisztrálni, és kiderült, hogy Magyarországon még nem elérhető ez a szolgáltatás. Most keresnek felsővezetőket, meg cégirányítókat, tehát egyelőre nem tudok nagyon beregisztrálni, nem működik még Magyarországon a dolog, tehát uberezni még egy kicsit várni kell. Aha. És a felsővezetői pozíciót meg visszadobtad. Nem engem keresnek, most áll föl a magyarországi képviselete tulajdonképpen az Ubernek. Most van különböző ilyen álláskereső portálokon, ugye zajlik az álláskeresőknek a megtalálása, válogatják a jelentkezőket, úgyhogy Magyarországon még nem lehet uberezni. Na, akkor mi az új biznisz Amcsiból? Ez egy érdekes dolog, egyszer ezzel már foglalkoztunk, ugye amikor a kanapé szörföltél. Igen. De most ennek van egy hivatalos verziója, ez az Airbnb nevezetű cég, akik egyébként egy kaliforniai cég. Airbnb stílusban utaznak ilyen. Lakásosztatásnak hívják őket. Szobáztatás, lakásosztatás. Az nem más jelent? Szobáztatás az nem az más. Nem olyan hát, rossz egyébként. Ez ugye a tulajdonosokon múlik, hogy aztán mi lesz belőle, vagy a lakáskereső egyedeken, de a dolog arról szól, hogy ismételten ugye a jót jóval köti össze, vagyis vannak, akik nem szeretnének hotelbe lakni, mert drágának gondolják, és ez egy olyan szolgáltatás, ami azt mondja, hogy ha te belépsz ide hozzánk és regisztrálsz, küldünk neked olyan embereket, akik lakásokat szeretnének úgy igénybe venni, hogy akár te is otthon vagy nem vagy otthon, inkább ne legyél otthon. Tehát, hogy olyan lakásba, amiben laknak, sőt, te laksz abban a lakásban. Igen. Azt hittem, hogy ha van egy lakásod, akkor ezt ki tudod adni ilyen kicsit ilyen albérlet jellege. De úgy, hogy te ott laksz abban a lakásban. Összeköti a keresletet a kínálattal, csak úgy, mint a taxiscég, és nincsen felesleges közvetítő, 34 ezer városban vannak ott, szobát bérelsz, és bemész a szobába, és ott laksz, és átadod a tulajdonosnak a pénzt. Hát otthon van, vagy nincs otthon? Tessék? Tehát egy ember, akit akkor látsz életedben először becsönged, és akkor jelzi neked, hogy ő beregisztrált ezen az oldalon, és egyébként pedig itt fog aludni ma ilyen nálatok. Igen. Aha, tök jó. Miért mennyivel jobb az, hogyha te nem vagy otthon, és úgy alszik valaki a lakásodban, mert ugye a kanapészörfnél például arról beszélgetünk, hogy egy egyszerű albérlet kiadás. Tehát azt mondod, hogy van egy lakásod, nem laksz benne, kiadod valakinek.
Életedben. Nincs is gond. Ezzel először látod életedben akkor is. Ezt úgy csinálják, ugye, hogy vannak, akik befektetnek mondjuk Budapesten, és vesznek kis lakásokat az 5.-6. kerületben, ami jó helyen van. És nem hosszú hónapos albérlőket keresnek. Hanem csak egy-két éjszakára. Hanem fölteszik a bookingra ide-oda a saját lakásukat, mint hogy lakáskiadó. 2 napra, 3 uh-huh. napra. És akkor x euróért neked nem kell becsekkolni, kicsekkolni, 5 csillagos szállodában, 4 csillagos szállodában, mert ezek jóval drágábbak, hanem te fogod és kiveszed a lakást önmagában, uh-huh. aminek nyilván ugye a NAV nem örül se itthon, se máshol, mert hogy nem látnak rá ugye a pénzmozgással, és ez külföldön is ebből elég nagy balhé van. Megérkezik az ember, átadod neki a kulcsot, 2 napot ott van a te saját lakásodban, és utána elhagyja a lakást. Vagyis vadidegen ember találkozik vadidegen emberrel, de nem kell neked azért ott a fürdőszobában effektíve fürdened, miközben ő ül a retyón és nagyon vidáman beszélgetek. Az nekem nem is nagyon menne. Mert ugye nem lehet. De nem nagyon tudom elképzelni, hogy ott zuhanyzol egy francia cserediák, pedig ott ül a retyódon és, igen, és nagyon beszélgetek. Keszkoszi moa fütvozsö a török között. Szíkom szá. Igen, ne váplő. Igen. Na, de hogy mit gondoltok erről? Mondjuk tételezzük fel, hogy valaki bejelentkezik a ti lakásotokra, egy kis keretset kiegészítésnek, mondjuk kiadod a saját lakásodat. Hát. Én szeretem az ilyen ötleteket, tehát ezzel szerintem nincs nagy baj. Nem szimpatikus? Hát marhára nem, hogy ott kerülgessük egy idegent. Ráadásul ugye itt egy folyamatos átjáróházzá válna gyakorlatilag a kecód, érted, jönnél, mennél egy napközben, és már ott fogad téged egy idegen, érted, mit csinál? Ott ülnek majd a izénél, hazamegyek hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, és gyakorlatilag a 7-5 napján mindig más ül a konyhaasztalomnál, és beszélget a feleségemmel, vagy étkezik együtt a gyerekkel. De ezt te határozod meg, hogy mennyit akarsz, tehát hogy heti 5-5, hát vagy heti ennyi. 1-et. Na de miért nem? Hát heti egyszer is sok, hogy ott egy idegen ott legyen az izével a fürdőszobába. Hát ez még csak hagyján, nem, amikor kis emeletes ágyadra ott majd valaki, aha, a felső szintre felkéreckedik, hogy vagy fölnyikorog neked, és jön lefeküdni, és azt lerúgdosod. De nem fölnyikorog, már fönn van. Már fönn van. És a kis égere alsóban, a kis pizsomádban este elköszönsz a bonitól egy forró csokkal a homlokára, majd elindulsz fölfelé az emeletes ágyadra, ahol szoktál aludni. Behúzta a címzert ahogy hívják, a hálózsákomon, mert már benne fekszik. Alul van ágy? Az alsó szinten? Nincs, íróasztal van. Íróasztal, hát akkor ráfekszik arra, vagy te fekszel arra felületen. Figyelj, 30-40 euró. Itt ugye nyilván arról van szó, hogy nem vagy otthon. Tehát itt arról van szó, hogy ugye te magát a kecót adod oda neki 2-3 uh-huh. napra, és ugye ugyanúgy kibéli, csak nem hosszú távú albérletes uh-huh. jelentkezik be hozzád, hanem hogy 2-3 naponta 50-60 eurót pörgeted a lakást, és folyamatosan jön. Akár ott is lehet, hát ez nyilván megbeszélés. Ha ott vagy, akkor az inkább a kanapé szörfölés, hogy beengeded magad mellé. Itt ugye a lakások kiadásáról van szó, hogy nincs ott a tulajdonos. De ott lehetsz. Hát nézzük meg. Akkor inkább legyek ott. Inkább ott legyél? Igen. Hátul a sufnit azt ki tudnám adni, tehát hogy mondjuk abban nincsen semmi világításon kívül gyakorlatilag, de akkor megvalósítanám régi álmomat, ott lenne mellette egy fekete vashordó, szépen felállítva alatta egy kis zuhany, egy ilyen szabadtéri, meg ott lenne egy ilyen pottyantós egymás mellett, és ott menne le a fészerbe meg aludhatna. Hogy nézne ez ki, mondjuk én ezt igénybe veszem, ezt a szolgáltatást, olyan szolgáltatást veszek igénybe, hogy szeretném, hogy a tulaj otthon legyen. Megérkezem mondjuk hozzád, aztán te mész majd a Ferihez. Uh-huh. Hogy tudnánk mi egymást kiborítani? Hát ez pont így történne, megérkezni, és már indulnék is a Feriéket. Én pedig mennék hozzátok aludni. Tehát mondjuk én a világ másik tájékán lakom, soha nem találkoztunk, de ezzel a személyiséggel rendelkezem, te vagy az, aki vagy, én vagyok az, aki vagyok. Megérkezem egy nagyon helyes kis hátizsákkal, becsöngetek, és azt mondom, hogy... Szavadi hogy, csap. Igen. Here I am, Mr. Jones, here I am. Welcome. Te... Mit csinálsz, hogy megakadályod? Egyáltalán hogy működik? Én igénybe vehetek ott a lakásban bármit, ha mondjuk az illető otthon van? Tehát én 10 órakor betérdelhetek a te frigidered elé, és ott feltépheted az összes izét, az összes bent talált dobozt. És hát beleehetek mindenbe? Hát én annyira nem örülnék ennek. Tehát, hogy ez is milyen dolog. Tehát, hogy szerintem ezeket a dolgokat így előre meg kell beszélni egymással. Mit fogsz fogyasztani? Azt fogyasztod-e, amit magaddal hozol? Egyetlen megmelegítheted-e? Használhatod-e a mikromat, a gáztűzhelyemet és egyebeket? Kicsit szerintem, lezártál. Hát, de mert az a baj, hogy egyébként meg a lovak közé dobod a gyeplőt. Tehát érted, oda jön, és akkor persze használ csak, persze egyél csak, persze így jár csak. Következő pillanatban meg már azt látna, úgy kéne letépni a feleséget hátáról. Mi van, ha mondjuk a gyerekkel jön? Igen. Akkor összebariznak a virággal, együtt játszik a két gyerek, ti meg együtt dumáltok. Én egy perc alatt. Már ha szimpatikus, mert azért a virág rikondok tud lenni. Figyelj, mondjuk én megérkezem, csinálnál nekem vacsit?
Mert ugye én vagyok a vendég, én fizetek azért, hogy én ott kapjak egy reggelit, hogy szeretnék egy reggelit kapni. Ebbe hát, biztos lehet. Igen? Ebbe biztos, hogy csinálnék, mert ez nekem egy menekülés út lenne, legalább nem zabálná föl mindent a hűtőből, gyorsan összedoblik neked valamit. Vajas kenyért, tessék egyért. Érted, edd azt, amit én akarok. Tessék, én megérkezem hozzátok. Megérkezem Franciaországból. Izzadt vagyok, fáradt vagyok. És a hajam még mindig tart. És a hajam még mindig tart. Szeretnék lezuhanyozni. Te azt látod, hogy bemegyek a kis emeletes ágyadra, fölmegyek a felső szintre, ott én átöltözöm. Ne, inkább a fürdőszobába, ha zuhanyozni akarsz. De várj. Leveszem a kis ruhácskámat, magam köré tekerem a kis frottírtörölközőmet. Nem, az én frottírtörölközőmet. Tényleg adni kell törcsit. Adsz egy törcsit, megyek ott a virág előtt, csak majdnem mesztelenül. Csak mondom egyébként, hogy az ágyam mellett van egy ilyen nyitott gardrobunk. Na. És ott lehet látni, hogy hol vannak a törölközők, hol vannak a tiszta pólók, tiszta cuccok. Tehát, hogy simán el tudom kezdeni azt, hogy te oda mész az ágyhoz, most miért? Hmm. Miért is használnám? Miért is vizezném be a saját törölközőmért? Hiszen ide vannak már készítve. Jó, nézzük akkor azt a szituációt, hogy én hozom azt, amit én csinálnék, te hozod azt, amit te csinálnál. Bemegyek a fürdőszobába, becsukom az ajtót, bezárok. Be tudom zárni? Rahatul nem, mert egy függöny van rajta. Okay. Bemegyek, nem tudom bezárni, kicsit franciául káromkodok, hogy milyen fürdőszoba. De elhúzhatod a mosógépet. Eltorlaszolom magam. Nem akarom, hogy a 14 éves kislány bámulja a kukimat. Jó? Nem akarom, hogy bejön oda bárki. Állok a mosdó előtt, megengedem a zuhanyt, és elkezdem folyatni a meleg vizet, mert nem lépek be addig a zuhany alá, míg nem meleg. Te kint hallod, hogy 6 perce folyik a víz, de még vidáman borotválkozom. Mi a tököm van már? Hozzám már ide, mi a francia? Mit gondolsz, ingyen van? Bejössz, vagy nem jössz be? Itt még nem jössz be? Ja, szerintem valószínűleg beraknék valami egy piktogrammal jelezném, hogy az az óra az azért van, hogy amikor megnyitod a csapot, indítsd el az órát, és amikor lejár, amikor körbére mutatod, zárd be. De mi van egy perces homokóra nálatok hát az olyan zónában? Valami kellene, valamit fel kéne rakni, valahogy jelezni kellene, hogy azért, mint a 100 litert, ami abban a bojleremen van, nem most már ki, viszont itt még élnek emberek. Szeretnék ember módjára lezuhanyozni, nem érdekel a matróz zuhanyzás, nem érdekel az, hogy most védetek, hiszen 6 percnél tovább szeretnénk zuhanyozni. Oké, beálltam a zuhany alá, hallott, hogy vidáman énekelek a zuhany alatt, és 10 perc, és már csak ilyen gőz kezd így kijönni a fürdőszobába. Mit csinálsz? Valószínűleg, amikor ott hölgyek szappanoznád be szépen a ízidet, a séródat, a szemed ezért bele ne csukva, hogy ne csípje, mert mit tudom én, nem baba van kikészítve, hanem akármi, és akkor te ott, hogy ízé fügyérésznél, egyszer csak azt mondod, hogy valakinek benyúl a keze, és elzárja a csapot. Kívülről nem tudsz áramtalanítani, hogy a hát bojler nem melegítsen. Igen, csak az a baj, hogy akkor már felmelegített a bojler, tudod? Aha. Jó. Beküldenéd mondjuk a Mónikát, hogy szóljon rám, mert ugye nem biztos, hogy konfrontálódnál, bejönne a Móni, hogy szóljon rám, hogy sietné rá, mutogatva az órájára? Most még a feleségét is akarod? Nem, Móni menjen be? Nem, a Móni bent nyugtatna engem a szobában, meg borogatna. Na, de mert én úgy képzelek benneteket, hogy te ott idegesen járkál, és beküldenéd a Mónit, hogy menj be és szólj neki, hogy zárja el ezt a rohadt vizet, 6 perce zuhanyzik. Én állok bent, mint francia cserediák. Zuhanyzom 6 perce, kijönne be a szobában? Hát a Móni bemenne, és akkor Móni meg így, sorry, time, please, sir. Ebben a pillanatban én azt hinném, hogy a feleséged bejött és mókázni akar, mert ő ilyen kacér, és lefröcskölném forró vízzel, amit a számban tartogatnék. Uh-huh. Arcon fújnám. A slagot ráirányítanám. És nagyon vidáman beinvitálnám. Nomádok vagyunk, de bajrózsák már van. Beinvitálnám, ó, micsoda kedves azt, hogy velem akar zuhányozni, mégiscsak felmérte az erőviszonyokat, és ebben a pillanatban én lefröcskölöm a Móni. Figyelj, ez biztos egy tanulmány, ha ez az első alkalom lenne, akkor azt mondom, hogy ez még belefér, vagy lehetne. De a második alkalommal ebből az elsőből tanulom, már biztos, hogy készítenék egy olyan kis leágazást a bojlerből, aminek a segítségével kint zárhatom a konyhában a meleg vizet. Tehát biztos ez lenne. Oké, megtörtént az zuhanyzás. 10 perc után, hosszú konfliktusok után elzártuk a vizet. Én soha nem szeretek bent megtörölközni, mert ott gőz van, meleg van, főleg télen, amikor kicsit hideg van. Tehát én mesztelenül megérkezem a nappaliba, és elkezdem vidáman így nagyon két kézzel a hátam mögött a törölközőt megtörölni magam a hálószobátokban. Na, itt már minden kezünkkel takarnánk a virágnak az összes szemét. Mit csinálsz, elküldöd a virágot, hogy annyi, a francia megörült, és a nappaliban törölközik? És kézzel ezt hetente ötször. Tehát, hogy a gyereknek milyen világlátása lenne, gyakorlatilag az összes nációra. Így van. Utána magam köré tekerem a törölközőt, soha nem szoktam felvenni semmit, a törölköződet, ugye kicsit még megtörlöm itt hátul, megtörlöm ne, elől, nem magam is az én törölközőt, hanem a virágnak a hatalmas Garfieldos fürdőlepedőjét. És utána az arcodba dobja. És a virág meg azt látná, hogy a sejhajodat törölgeted a Garfield arcával. Egy másik kicsibb törölközővel megtörlöm a fejemet, azt általában ledobom a szoba közepére, nagyon ott jó. Hagyom és elindulok a konyhába. Kutya odaszalad, megszagolja.
amikor elindulok a konyhába, hogy nézzek valamiféle táp után, kinyitom a hűtőszekrényt, és... Tényleg csak a kezdeni, nem vennél magadra valamit? Nem, hát én most francia cserediák vagyok, de azt hozom, amit én csak én törölközőben szoktam a konyhába menni, egyszer törölközőben elslattyogok a hűtőszekrény, kinyitom, és egy másfél perces gondolkodással állok a nyitott hűtőszekrény előtt, hogy vajon mégis mit kéne fogyasztani, ekkor mit csinálsz? Hát szólok, hogy ha már ott állsz, akkor legalább tehát, hogy ne azzal a kézzel nyújj be a hűtőben, mivel addig a töködet vakartak a hűtő előtt állva. Nem, általában úgy, hogy a jobb kezemben a telefon, bal kézzel rádülök így a nyitott hűtőszekrényre, és gondolkozom. És közben nézem a kínálatot, hogy mégis most egy kakaót igyak, tejet igyak, vágjak egy kis sajtot, mit csináljak? Az a baj, hogy itt már olyan maradandó szintű lelkikárosodásokat okoznál elsősorban a gyerekben, mert ráadásul nekünk úgy van, hogy bent a kanapé, amin a virág szokott egyébként heverészni, meg a kis dolgait intézgetni, abból, hogyha balra néz, vagy arról a kanapéről, akkor pont rálát a hűtőre, teljesen egy vonalban vannak, tehát, hogy amikor a gyerek így egy fél pillantást vetne az idegen bácsira balra, akkor azt látná, hogy te behajolsz a hűtőbe, és a farpafáit tökéletes tökéletes megvilágosításban ott állsz a hűtő előtt, és válogatsz a cuccaink között. De nem vagyok mesztelen, tehát van rajtam valami. Én úgy érzem, nekem Feri, ez nekem hozzád kéne mennem. Igen. Mi ott már pálinkáznánk, már nem zavarna, hogy meddig zuhányzó. Na most várjál, ezt a sort, amit most lejátszottatok, játsszuk el újra úgy a Janival. Hogy nálad vagyok. Nem, hogy a Mónika elment wellness hétnél végézni a virággal, és hozzád egy 22 éves nagymellű szőke francia cserediák érkezik meg. Bent zuhányzom, szőke nagymellű cserediáként, és azt mondom, hogy Jani, gyere ide. Most meg a hátam. De ezt az ezer szó magyarból? Jó, hát most. Jó, kiderül, hogy félig vagyok. Okay. Francia, félig magyar vagyok. Fél maradjuk Jani. Annyiba, hogy ezt nem is kéne mondani. Hát, akkor nem csak a kéz nyomulna már be, és nem hogy elzárna a melegvizet, hanem megnyitná. Jani, megtennéd, hogy kimész, amíg levetkőzöm? Utána visszajöhetsz? Egy perc. Nem. Na jó, akkor levetkőzöm így. Te kis türelmetlen. Látod, milyen vagy, hogy a igen. Francia cserediák férfit azt kidobod a lakásodból, igen. A nagy mellű bemenni. Szőkét meg nem. Hát igen, egy óvatlan pillanatban kiütném a kezéből a szappant, hogy le kelljen hajolnia ért. Jani, csak egy törölközőt csavartam magam köré. Az összes bugyim használt. Adnál nekem egyet a Móni bugyjai közül? Sajnos mindet magával vitte. Akkor nem baj, ha a vacsorát... Bugyi nélkül fogyasztom el? Dehogy is, ahogy neked kényelmes. Van itt egy banán. Ez nem banán, de hámoz nyugodtan. Nem zavar, ha megeszem? Nem, csak kérlek, a fogaidat ne használd. Nem mennék hozzád. Már ha lány lennék, azért nem mennék hozzád, mert begyináznám. Ha fiú lennék, szerintem mi kikészítenénk egymást. Te is engem, ha hozzám jönnél. A Ferihez, nekem hozzád kell. Állam van, rájöttem, hogy hozzád kell. Most akkor mi van az e-buszba? Elolvassák, hogy egy évek óta működik egyébként ez a szolgáltatás, és görcsben állnak? Későnök. 4000 fontos e-busz szoba pomázol, de mi lesz majd? Hogy fogják kiadni? Majdnem ingyen lehet. Mondjuk én nálatok szerintem tök jól lennék, hát a mi lakásunkhoz képest, a ti alaksoratok is szuperior. Igen, hozzád kéne menni. Már pálinkáznánk, már nyitott, sonkával etetnie. Milyen buli lenne? Éjszakai túra városba. Legjobb helyek. De úgy, hogy csak vécére akartok kimenni. Ott még tudok egy jó helyet, gyere, ígyunk valami. Éjszakai túra a hűtőszekrényetekben. Ez a legjobb az egészben, hogy megmutatod a várost, kultúrák találkoznak, és te keresel vele egy kis pénzt. Ha ügyes vagy, akkor meg is hivatod magad az összes kocsmában. Na? A kultúrák találkozás alatt mit ért ez? Anyád, deine Mutter. Most akivel így szól, azt nem szoktad leanyázni rögtön. Igen, azonnal nem akarod, azonnal nem akarod leanyázni. Hogy anyád, nem ezzel indítunk. Nem próbálsz ki egyet? Én mennék egy éjszakára valakihez, arra gondoltam. Igen? Vagy fogadjak én be valakit? Vagy menjek én? Megyek én valakihez? Nem, figyelj, igazán várjuk meg, majd Jani elmegy, 10:30-kor, és tegyük föl a kecóját. Jelentkezéssel, címmel, pontozzuk egy 5 csillagos, este 8-szor akkor álljon ott neki két albán cserediák, hogy... jöttünk hozzád, jó pontot kapott a lakásod, nálad szeretnénk megszállni. Na, az tök jó lenne egyébként. Nem? Igen, két bolgár pulóver árus. De én egyébként szívesen kipróbálnám azt, hogy valakinél alszom egy este így, mintha
Nekem lehet jelentkezni? Mondjuk hát keressél Budapesten egy szállást, és menj el, csak olyat válaszol, nincs otthon. Általában ez a szolgáltatás egyébként azt jelenti, nincs otthon. Tehát ez nem, igen, tehát ez önmagában a lakást tudod. És mi az az, hogy otthon van? Az a kanapészörfölés, az más, mind a kettő egy 1000 éves dolog, de hogy itt elvileg te a kecót kapod meg. Itt a kecót kapod meg. És én idősebbek is kiadhatják, ugyanígy? Mire gondolsz, egy jóféle granny? Én ismerek olyan nénit, aki kicsit jobban megkeresi a melegét, valószínűleg álmában meg is folytana egy párnával az albért. Nézd, figyelj, nagyon messzire nem kell menni, keresel egy osztrák granit, a Móni tényleg elküldött valami, nem tudom, hévízi hosszú hétvégére, te pedig elmész ide a sógorékhoz, és becsekkolsz valami 78 éves mamához, aztán ki tudja, hogy alakul az este. Jó buli tudod. Két ágyas pálinka után megkérdezkedsz hozzá. 8:30 pontosan 2 perccel, jövünk mindjárt a hírek után, 3-as ugrásra lehet jelentkezni, és... felhívjuk azt a hallgatónkat, aki ugye elment és elvégezte a fegyvertartási engedély megszerzését. Azt mondja, hogy sikerrel járt, ez egy hosszabb ideje zajló kísérlet, ha valaki nem tudná, miről van szó, elmondjuk majd a hírek után, megszerezte méghozzá elég gyorsan. Úgyhogy vele beszélgetünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 4 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt! Ugye ígértük, hogy beszélünk Gergővel, aki elindult megszerezni a fegyvertartási engedélyt, neki már vagyonőri vizsgája volt, és azt akartuk letesztelni, hogy mennyi idő alatt kap az ember fegyvert, ugye? És nem kapta meg? Holnap tud erről részletesebben beszélni, ígértem, hogy most hívjuk, de holnap lesz neki igazán jó, szegénynek most valami közbejött, úgyhogy holnap tudjuk hívni, elmondja, hogy zárult a kísérlet, egyébként tanulságos. Kíváncsian várom, mert ugye ott pont az derült ki abból a kis anyagból, amiből mi elindultunk, hogy ez gyakorlatilag, ha én besétálnék, úgyhogy egyik szememre nem látok, is valószínűleg lenne. Aztán nagyon sokan cáfolták a dolgot, hogy ez nem így működik, és nem lehet megcsinálni, úgyhogy majd most Gergő elárulja nekünk. Na, mi van, kiadtad a lakást? Na, mi van, feladtál hirdetést? Most mondtam le. Elküldted a két cserediákat. Azt hittem, ez jó kis bevételi lehetőség lesz, de nem, sajnos nem. Elvettétek a kedvemet tőle. Egy hosszú évek óta létező dologról beszélünk, ugye ez az Airbnb, ami már Amerikában nagyon-nagyon hódít, az adóhatóság rászállt, most ismerték el, hogy valamit tényleg kéne adni az adóhatóságnak is adózni, ugye arról szól, hogy te a lakásodat kiadhatod, amikor nem vagy otthon, nem hosszú távú albérlőket keresnek, hanem egy-egy napra. Arról beszéltünk itt a hírek előtt, hogy ha mi egymáshoz mennénk, akkor kb. 2,5 perc alatt akarnánk megölni egymást, bármennyire is szimpatizálnánk egymással, egy-egy zuhanyzás vagy egy-egy vacsora már elég lenne ahhoz, hogy egymásnak menjünk. És vannak hallgatói tapasztalatok is, mert hogy volt olyan, aki igénybe vett ilyen szolgáltatást. Itt van Krisztián, hello Krisztián, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello! Ez az a szolgáltatás volt, amiről beszélünk? Tehát amikor lakás lehet igénybe venni egy napra vagy két napra? Hasonló, szobát lehet igénybe venni úgy, hogy mi itt a Székesfehérvár IBUSZ irodában kerestünk szállás lehetőséget Szegeden az ifjúsági napokra. Aha. És négyen mentünk le, két főre volt az albérlet, az első helyen Klári néni végtelen drága, jókedvű kis asszonyka. Új, de jó. A négyesünknek két tagja ott maradt, ketten pedig átmentünk egy másik lakásba, ott annyira arrogáns volt a néni, meg hogy miért akkor a cuccokkal jöttünk, meg az unoka, meg... Tehát ez az a típus volt, ahol ott van a néni, és kiadja a szobát. Uh-huh. Igen, igen. De ő is otthon lakik. Aha. Igen. Na de milyen volt Klári néninél? Klári néni végtelen vicces, egy nagyon jó pofa asszonyka volt, mintha a nagymamáthoz érkeznél, úgy fogadott. A szoba berendezés az viszonylag zsúfolt, ilyen sejemhatású csíkos tapéta, festmény a falon, ilyen paraszt barokk bútor, és 4000 forintért adta ki egy éjszakára ezt a szobát. Hát kénytelenek voltunk mind a négyen ott maradni nála, és hát a körülmények úgy, hogy hát a tisztaság az nem volt csillagos ötös, de a legviccesebb az volt, hogy kiültünk a konyhájába, és eszegettük ott a lencse főzelékünket, és a konzervet, és egyszer csak megjelent Klári néni egy húszszínű, ilyen tesszínű bébi dolga. Tényleg? Fiúk voltatok, vagy párban voltatok? Tehát a barátnőddel? Fiúk voltunk négyen. Aha. És akkor Klári néni ott a két dekes üvegből iszogatta a vodkát. De egy nagyon nagy forma. Nagyon nagy. És sorsot húztatok? Sorsot húztatok? Igen. Nem húztunk sorsot, maradtunk mindenki. Tehát ez a vodka iszogatás, ez nem már egy ilyen bemelegítési jelleggel volt? Hogy iszom egy vodkát, aztán bemegyek a szobámba. Ha gondoljátok, kövessetek. Nem volt ilyen? Nem, viszont azt megéltük, hogy a szobának két ajtója volt, az előszoba felé nyílott az egyik bejárat, a másik pedig az ő szobájába nyílott volna, hát nyílott is.
egy üveg ajtó, és lehet tukrálni még itt a bebotkázás után ilyen hastenszerű tánccal lejteni az ajtótól egy méterre. Úristen, de szürreális lehetett. Hát, jó Isten. Egyébként végtelen jó pofa, nagyon vicces, tehát abszolút meg lehetett bocsátani ezeket a kis malőröket. Egy emléketetes maradt. Jó, de most őszintén, szerinted, hogy nyilván rossz az, aki rosszra gondol, de ha mondjuk... Hát ez alapján. Bementél volna, és magadra csukod az ajtót, és ott van mentkel, és azt mondta, hogy értettem a jelzést, itt vagyok. Akkor kiküldött volna, vagy... De most akkor olyan kérdezem, vagy azt mondta volna, hogy azt hittem már, be se jössz soha. Ez lett volna a válasz, és ráfordította volna az árat az ajtóra. Nem tudom, talán visszautasíthatott volna, mert nem célozgatott meg, ezen kívül nem volt, csak ő marhára jól érezte magát otthon, és hát... Uh-huh. Hát ha ez nem célzás, akkor semmi. Egy babydollban táncol egy vodkaivás után bent, úgy, hogy nyitva van az ajtó, és ti arra pont ráláttok, azért ez más már bement volna. Finoman felhívás kérni, hogy nyilván persze, csak én vagy az aki rosszra gondolok. Meddig voltatok ott, hány napot? Két éjszakát aludtunk nála. Uh-huh. És hát a másik helyre pedig visszajeleztünk az ibuszhoz, hogy nem kéne. Vagy nem bírjátok tovább a feszültséget, már két napja összebújva alszotok, retteg vagy Klári néni átjön. Igen. Éjszaka nem volt ő, hogy bejött, betakargatott, adott egy puszit, nem csinált ilyet? Nem, mi ugye a bulizás után ilyen 2-3 óra környékén érkeztünk vissza a szelleset, kaptunk egy kulcsot, simán közlekedtünk az ő lakásába kibe. És hát reggel találkoztunk legközelebb kávézáskor, nem? Nem jött be. Uh-huh. Kihűlt a konvektor, ide bújhatok maguk mellé. Valaki vakarja meg a hátam. Igen, valaki vakarja meg a hátam. Most egy kicsit lejjebb. Igen, hát ez a hagyományos szobáztatás azért ez hosszú évek óta megy, hogy otthon van a házigazda. Nem mint ez az Airbnb, ez is elég régi dolog, de érdekes. Jó van, szóval azt mondod, hogy ez bevált. Igen, de. Uh-huh. Nagyon jól szórakoztunk, emlékezetes maradt. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Hello, Krisztián. Minden jót, sziasztok. Csáu, hello, hello. Itt van velünk Vera, aki... Itt van velünk Klári né. Itt van velünk Klári né, azóta nagyon mérges a fiúkra, hogy... Szemetek, nem... úgy mentek el, hogy nem volt semmi. Nem értették a jelzést. Igen. Hello, Vera, jó reggelt. Szia, jó reggelt nektek. Hello. Te kiadtad a lakásodat? Én folyamatosan most is kiadom, igen. Na, de ezek ilyen egy-két napos dolgok akár, vagy ezek hosszú távú albérletek a klasszikusokban? Max két hét. Uh-huh. Aha. Na, és volt te ilyenkor otthon vagy ez egy olyan lakás, ahol te nem tartózkodsz? Én szemben lakom velük, tehát azért erősen figyelem őket. Na, és milyen tapasztalataid voltak, vagy ki volt a legemlékezetesebb? Vegyes. Volt például egyszer egy lengyel pár, itt megkérte a lány kezét, az olyan kis romantikus volt. De ott voltál te is, tehát tőled kérte meg? Nem. Ott menet közben mondták, hogy hát itt volt a lány kérésem. Volt olyan, hogy jött orosz család, és csutkára lelakták a lakást. De milyen? Egy hétre, két hétre, vagy mennyi időre? Ők jöttek 5-6 napra, és akkor a kisgyerek a csokoládétok kezden mindent, tehát átfestette a lakást. Uh-huh. Hát igen, ez benne van ebben. Az a veszélyes, hogy egy hosszú távú albérlő azért az mégis ugye, hát azért felelősséget vállal a lakásért, hát így 5-6 napra. Azért ez így volt három arabom, hát a legvékonyabb volt talán 140 kiló, na ott az egyik ajánlatot is tett, hogy van az a pénz, amiért tele szórna. Tényleg? És aha. Mondott összeget? Most kíváncsiságból kérdezem, hogy mondta, hogy figyelj, 1000 euró, hát 500 euró, 2000 euró, tehát szó volt összegről, hogy mennyit fizetne, ha te mondjuk átmennél hozzá, vagy ő jöhetne át hozzád? Mondta, hogy annyit kérek, amennyit akarok. Ő ebből nem csinál problémát, ők azért jöttek ide 3-4 napra, hogy csajozzanak. Azt mondtam, hogy köszi, ez nincs benne az árban. Na most így megvan, hogy három arab sejk, akik bármennyi pénzt megadnak egy nőért. Nem a Four Seasonbe szállnak meg. Azok 4000-ért kivettek és veszekedtek a béren, hogy figyelj, beleraktam 1500-t. Hallott, tegyél bele egy ezres. Ezek a spúrab sejkek. Ahim, ha nem adsz bele 1000 forintot a napi szálláson, nagyon mérges lesz, de neked 4000 euró, babám. Igen. És ezt még most is csinálod? Persze, folyamatos az egész, igen. Mi az ára körülbelül? Csak hogy mondjuk egy normális albérlethez viszonyítsunk, nem akarok nyilván a zsebedben turgálni, csak kérdezem, hogy mondjuk az ember kiad 60 ezer plusz rezsiért egy lakást mondjuk valahol, mint a 13. kerületben. De ha, te... Ez belvárosi, igen? Abszolút. Én 30 euróért adom ki éjszakánként. 30 euróért adod ki éjszakánként, az azt jelenti, hogy ugye most elég rossz az euród. 6-9 ezer, igen. 9 ezer. 9-10 ezer. Mondjuk legyen 10 ezer forint egy éjszakára. Aha. Mekkora lakás ez? 35 négyzetméter.
Tehát ha azt mondod, hogy mondjuk egy hónapban csak 15 napot, tehát csak a felét ki tudod adni, akkor jobban 150-et kerestél vele, jobban keresed. Hát abszolút, inkább még két diákot félnyára. Tehát jobban tudsz vele keresni, mintha a klasszikus albérletbe ilyenkor van, adnád. Igen, ilyenkor van kaució, tehát ők adnak neked mondjuk 200 eurót azért, hogyha bármi történik a lakással, amit te mondjuk egy hét után visszaadsz nekik, vagy csak a bérletén van? Nem, én nem adok kauciót, vagy nem kérek kauciót, mert az oldal is biztosít, és nekem is van biztosításom. Abszolút le vagyok védve az oldal által. 10 millió dollárig biztosítják. Mondjuk az nagyon drága vázának kell eltörni. Igen, de itt nem budapesti viszonyokat kell nézni. Ja, tehát maga az oldal, ahol te ezt csinálod, ott ő felelősséget vállal. Igen, így van. De ez így az Airbnb? Tehát te itt vagy? Ezen az Airbnb-n vagy? Igen, én föl vagyok regisztrálva. Aha, tehát hogy akkor te klasszikusan ezt csinálod. De jó. Így van. Tőlem is levonnak egy bizonyos százalékot, és tőlük is, amikor jönnek. Nehéz értékesíteni a kecskéket és a tevéket, amiket kapsz a sejkektől? Nem gondoltam, átmegyek állattartásba is. Figyelj, és ők utána pontozzák a te lakásodat, ugye? Így hogy... van, kommentelünk, így van, kőkeményen. Aha, és te is kommentelted őket? Simán, igen. Az arabokra beírtad, hogy az egyik meg akart szerezni. Tele akart szórni. Igen, jaj, bocsánat. Ne, ezt a kommentjüktől tettem függővé egyébként, hogy beírom vagy nem írom, de aztán nagyon diplomatikusan megdicsértek az egész itt tartózkodásukat, és ezért azt mondtam, hogy hagyom a fenébe. Aha, tehát hogy kedvesek voltak. De ez benne van, tehát amikor valahova fölregisztrálsz, akkor ugye kell egy fénykép arc alapján azonosítanak. És azért egy-két vendég erre utazik, hogy hűha, most akkor megyek szexelni egyet. Aha. Már aki igénybe veszi, vagy az, aki kiadja, és utána megérkezik két 18 éves francia cserediák lány, és a pasi este bekopog. Tehát az, aki igénybe veszi, az utazik arra, hogy majd a házigazdával? Vagy igen, ezt... igen. Tényleg? Igen. Ja, nyilván, tehát hogy fölraki egy jó csaj, ő kiveszi a lakását, és azt gondolja, hogy lehet valami. Hát ez is benne van, persze. Az a jó, hogy te némiképp védve vagy, nem úgy, mint Klári néni, aki mondjuk nem is nagyon védekezett, sőt, kereste inkább ezeket az alkalmat, mert hogy egy másik lakásba laksz velük szembe. Mondjuk igen, azért ebből a szempontból ez érdekes, tehát mondjuk, ha nekem lányom lenne, és 18 évesen azt mondaná, hogy figyelj, apa, elmegyek egy hosszú hétvégére a barátnőmmel Párizsba, ugye, és mondjuk ott kiveszünk egy a 40 éves pasitól egy lakást, hát nem lennék nyugodt. A Liam Neesonnak a lánya, és hogy jár? Akkor elég mondani, good luck. Igen. Nem tudom, mit akarsz, nincs pénzem, de megtalállak. Végül. Ha most visszaadod a lányomat, nem lesz bajod. Igen, olyan lesz. Az oldalvédelmet ad mind a két részre. És olyan volt már, hogy volt valami egy bérlővel? Szimpatikusak voltatok egymásnak? Volt. Ne csináld, de jó vagy, Feri, tényleg? De király vagy. Igen. Honnan jött itt? A középkorú, idősebb, fiatalabb? Fiatalabb olasz. Aha. Megérkezett a kis Materazzi, bekopogott hozzád, és hogy van ez ilyenkor, hogy már a pillantásból kiderül, vagy este? Igen. Áthívott egy grappára, és akkor ott italozgattatok, vagy hogy? Igen, valahogy így, igen. Aha, felvágott egy laza kis bármai sonkát, és azt mondta, hogy akkor gyere. Ő mennyit volt? Visszajáró vendég. Jó, azt mondta, belvárosi vagy? Belvárosi igen. A lakás? Igen. Vicsi? Jó pontokat adtál az olasznak, mikor elment? Igen, kölcsönösen jók a kommentek. Ő is jó pontokat adott? Aha. Igen. Zicsi, Paulai. Nézzük közben. Kávintér. Jól van, ne szűkítsünk, mert aztán megérkezik két magát olasznak álcázó navellenőr. Vagy ami igen. Még rosszabb, néhány albán tropojából. Figyelj, én nem megyek utánad Párizsba, ha elrabolnak. És elvisznek egy nagyon nagy jaktra, igen, egy árverés után, mint a filmben volt. Jól van, Vera, most éppen kik vannak nálad? Jönnek majd 5 olasz hétvégén. 5? Aha, 5 olasz? Család. Ja, egy kicsit kezdtem ráncolni a szemöldökön, mondom. De 5 olasz jött volna a héten. Ahhoz már kell egy 200 literes boiler. 5 olaszot. Megnyugodtam, hogy azért nem Materazzi jön 4 barátjával. Ezt mondom, azért az kemény. Az olasz család, tehát ők azért ilyen temperamentumosak, nem? Ott azért van mulatság esténként, gondolom. Attól függ, igen. Ők nem nagyon főzőcskéznek otthon, mennek bulizni, hát ugye ez diák környék, jó hely. Tehát végül is megtalálják maguknak. Aha. Otthon nem nagyon, tehát azért ők annyira nem.
Érdekes, hogy ők nem. A családosok, a kisgyerekesek, igen, azok leamortizálnak mindent. Hát igen, a gyerek azért igen, ha viszik egy kakót, tudom milyen, vagy eszik egy szeletcsokit, és arra elindul a fürdőszobába, és mindent végig tapogat, tudok én is sikoltozni, igen. Figyelj, hogy neked van kis látcsőd, vagy kukkerod, amivel átnézel ilyenkor, vagy van úgy, hogy azért úgy valamit olyat hallasz, és akkor átkukucskálsz? Ilyet lehet? Vagy becsöngetsz? Ha már hallod, nem én... csöngetek be, de azért néha átnézek. Át tudsz nézni, tényleg? Hát szemben lakom velük, persze. Igen, az amikor látod, hogy szedik fel a parkettet, és éppen készül két albán tüzet rakni. Igen, és nyása húznak egy igen, pakolják ki a tévét, igen, a teherautóra. Sütik a kecskét, forgatják ott a karnison, azért nem biztos, hogy, nem igen, biztos, hogy annyira igen, jó. Igen. Hát figyelj, szenzációs csaj. Valamelyik kedvenc vendégemnek például főzni is szoktam, a gulyáslevesemet imádják. De jó. Uh-huh. Hát figyelj, Vera, elmegyek, kiveszek nálad egy lakást egy napra. Hát de annyira jó vendéglátó vagy. Jó a gulyás, meg hát, jó van. Az olasz is ennyire dicsérik a pitédet. Igen, és mikor jön az olaszka? Hm? Olaszka. Mikorra van bejelentkezve a kis Materazzi? Mikor jön újra? Jövő hónapban. Tegnap akart jönni, csak időpontot csúszott, aztán jövő hónapban. Aha. Hazament egy kicsit erőre kapni. Mi? Kizsákmányoltad. Mondta, hogy Vera, egy kicsit engedj haza, egy kicsit, egy hónapra hadd menjek haza, nem bírom. Most szállja tengerparton relaxálnia, igen. Na és milyenek tényleg? Olyanok, mint ahogy mondják? Hm? Temperamentumosak? Óriás a műsor. Igen, hatalmas igen, műsor? Uh-huh. Igen, olyanok. Na jó van. Oké, Vera, hát puszilunk, köszönjük, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Hát szívesen, sziasztok. Ciao, hello. Zseniális, nem? Óriási dolog. Már egy kis kecója, kiadja 10.000 forintért éjszakára. Néha egy lesz, ami lesz. Olasz máshogy fizet. Zseniális. Nyilván kifizeti rendesen. Persze, csak hát nézd meg. Hát a facér miért ne találnának egymásra, persze. Szíves látás, vendéglátás, más olvasatban. Az olasz hazamegy, tudod, így ül a repülőn, vakarja a fejét, ezek a magyarok nagyon komolyan nyomják ezt a vendéglátást. Hallottam mindent. Ezer is minden benne van. Nem, hát ezt elmondom. Hát ezek durvábbak, mint az inuitok. Na jó van. Valakivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hello, Móni, jó reggel. Sziasztok. Hello, Móni. Hallottad Verát? Igen, hallottam. Érdekes, ugye? Jól csinálja. Nagyon. És neki van igaza. De egyébként tényleg, persze. Ez tök neki jó. Van igaza. Honnan hívsz minket, Móni? Gőzsönydobokáról. Mm-hmm. Egészségedre. Mm-hmm. Igen, Mohács mellett van. Mohács mellett. Jól van, mit csinálsz, dolgozol? Most nem, otthon vagyok a lányommal. Na, kicsi még? Halló? Itt vagyunk, hogy picike, gondolom. Itt vagy? Picike a lány? Itt vagyok, ott itt Mohács vagyok. Mellett. Pici a lány? Pici, nem? 18 hónapos, 19. 18 hónapos. Jól van. Igen, ja, hogy két gyermek van? Van, még egy más, 4,5 éves. Na, fiú? Kislány, ide kettő. Az király. Jó van, Móni, milyenek a kérdések, Jani? Halál egyszerű. Tényleg? Mi van veled? Nem az a. Csak valamodottam. Oké, Móni. Még egyszer. Van, aki segít? Nem, most nem. Egyedül vagy. Jó, na figyelj, így szól az első kérdés dedikált nyakba akasztói. Melyik kontinens egyik országa Bután? Ázsia. Na, te jó vagy. Jól van, mehetünk tovább? Persze. A második picit nehezebb, dedikált egérpadért, így szól a második kérdés. Melyik növény hántolt szemtermése a gersli? Tárpáért. Így van, ügyes vagy. Köszönöm. Ügyi vagy. Harmadik kérdés előtt vagyunk, dedikált óraatét. Megálljunk és elviszed, amit eddig összeszedtél. Mennyire nehéz? Hát ezt tudod, mindig nehéz megmondani, hogy kinek mi, ez elég szubjektív. Szerintem fussunk neki, nem? Tudható szerintem. Oké, okay, fussunk neki. Jó, így szól a harmadik kérdés dedikált Morning Show-s óráért. Melyik 9 Oscar díjat nyert film főhőse a magyar Almási László gróf? Mephisto. Miért kapkort? Mephisto, nem, dehogy az a Szabó István film. Azzal keverted ezt, hogy a Mephisto is kapott Oscar-t. Így van. Talán 82-ben, ha jól emlékszem. De 9-et nem. De 9 Oscar díjat nyert film. A Mephisto is kapott, így van, ezt jól mondod. Almási László gróf nincs meg, hogy melyik ez a film? Most nem. Ő egy híres Afrika kutató volt. Így van. És készült, Ralph Fiennes játszotta benne a főszerepet. Így van. Jó, az angol beteg. Így van. Tudod. Nem kellett volna kapkodni, tudtad te ezt. Igen, az angol beteg. Persze, egy picit elkapott. Tehát szerintem az Oscar díj zavart meg, hogy magyar és Oscar díj az ugye Mephisto. Igen, az angol beteg. Igen. Na jó, hát harmadik kérdést rontottad, ez azt jelenti, hogy bummozhatsz. Jó, nézzük meg.
Jó, figyelj, mennek az ajándékcsomagok, indítjuk. Tiki, taki. Vroom. Nem, sajnos nálam semmi. Nem. Szörnyű. Mit mond a pici? Hogy mi ez? Nagyobbik lányom, hogy mi ez, anya? Uh-huh. Azt hittem, azt mondja, hogy szemetek. Nem, olyan nem. De azt a kicsi mondta. Igen, ha felnőtt leszek, bosszút állok. Igen. Hát ez most nem talált. Semmi gond. Ez a beszél. Így van. Móni, köszi a játékot. Én köszönöm. Ciao. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jó, van M2-es Gödi kiárónál Pest felé mérnek, mindenki menjen óvatosan, ez Biggie Boy küldte nekünk, 9 óra van pontosan, jövünk a hírek után. 4:10 lesz, 1 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M3-as Kisbagi pihenőben a 36-os kilométernél Pest felé KPM dolgozik, R32 küldte ezt nekünk. Aztán Pest felé az M1-esen az 50-es kilométernél füstöl egy kamion előttem, szerintem észesen veszi, magyar rendszáma van, hát a hallgat titeket, köszi Peti. Bakcsomópontnál nem világítanak a jelzőlámpák, kéne egy-két rendőrt, mert megy a lögdösödő. Férsz, nem férsz be. Lögdösödő, de jó. Péter küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, ezt többen megírtátok, hát ha hallanak minket, akkor szerintem már is kirajzottak és érkeznek. Elég nagy a káosz, ezt Hajni és Habi is elküldte nekünk. Igen, Nyíregyháza felé menőket mérik a 156-os kőnél, Kaprisz küldte, ez ugye az M3-as autópálya, és Izsák belterületén a Kecskeméti úton fekete Skodából mérik a Kecskemét felé tartókat, Csoki Robi üzente nekünk, valamint Szentlőrinc és Dombóvár között kint vannak a mazsolák, csak nyugodtan, ezt Balú küldte. Többen akarják, gyerekek, ver a telefonszám. Nyilván megaludnának nála egyszer. Persze, tehát, hogy így. Igen. Igen, felkeltette mindenki érdeklődését, igen. Anna, szeretném, ha felhívnál. Ver a lakása érdekelne, kellene a telefonszám. Sok szép lakás van fönt egyébként ezen az oldalon, ott érdemes nézelődni. Azon a környéken is van sok. Ha valaki szép azért lakásban szeretne aludni. Igen, most, hogy látom az SMS-eket, meg erről beszélünk lassan egy órája, azért ez masszív csajozási lehetőség. Tehát nem arra gondolok, hogy elsősorban a házigazdák, de akik azért ilyen kettszorra mennek, valószínűleg a kalandot keresik. Hogy hát, ha összejössz a kiadóval. Hát, ha valami össze, most megnézed, hogy szimpatikus, ugye, aki feltette a kettszót, te is felteszel magadról egy képet, kiveszed, találkoztok, kíváncsi az esetek hány százalékában végződik úgy, hogy a kiadó és az igénybe vő egymásra talál, de szerintem ez kaland, nem? Hát persze. Hát, ha ott egy éjszakán össze tudsz. Igen, igen, de hát ez egy más típusú szolgáltatás azért. Ők nagyon nyomulósnak kell lenni, most gondold el, ott van 3 napra. Ugye átadod a lakást, aha, elmondod neki, és aztán ott hagyod. Nem? Tehát, hogy akkor visszamész, áthívod, tehát hogy nagyon kell tudni nyomulni azért, hogy ez összejöjjön. Hát ha te vagy a bérlő, akkor fölhívod, jaj, ne haragudj, nem talán a sót megmutatnád. Szóval, hogy mivel hívod föl? Hát valószínű, hogy már megérzik a rezgést. Be, amikor találkoznak, akkor már szerintem ott már látszik, hogy akármi lehet belőle, de... Igen. De nem mindenkivel jön össze. Hát ugye, láttuk ugye a sejkeket is például. Hárman megjöttek, és hárman 400 kilósak voltak összesen. Igen. És összedobták a 6000 forintot, de azt mondták, hogy bármit. Bármennyit. Bármit. Igen. Egy oázist, 70 telét. Igen, nem érdem, hogy az interkontinentálba mentek. Na, úgy látjuk, hogy ez már egy ilyen tesztelős nap, mert hogy találtunk megint egy cikket, és csak ilyen szúrópróba jelleggel utána lehet járni, hogy mit szólnak hozzá a magyarok, mert hogy van egy kocsma, ami arról szól, vagy azt a szolgáltatást csinálja, hogy ugye, ha te bemész egy kocsmába, akkor általában bárki vehet magának jéghideg sört. És ez egy sörgyártó ellátta reklámsörrel ezt a kocsmát, és azt mondta, hogy a belépés csak úgy lehetséges, ha te tudod a kanadai himnuszt. Legalábbis az első verszakát. El kell énekelni, el kell mondani, nem lehet elnevetni magad, nem hibázhatsz, és ha te neked ez sikerül, akkor az ajtó kinyílik, bemehetsz, és ott megkapsz, megkapod azt a sört, amit szeretnél, ha nem sört szeretnél, akkor ajándékba egy üveg sört. Gondolom ez egy cseh sör gyártó cég le. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, ez egyébként egy sörgyártó cég reklámügynöksége találta ki, érdekes dolgokat találtak ki a Szocsi Olimpiára is egyébként, és
ugye maga a himnuszra, tehát a himnuszra nyílik az ajtó először, és utána vagy még egyszer el kell énekelni a himnusz, vagy ha már beléptél, akkor itt kinyithatod a hűtő ajtaját. Mekkora potyázás ez a kanadaiaknak, nem? De nem hibázhatsz. Akik hogy? Erre járnak. Hát minden kanadai tudja, nyilván a kanadai himnusz bemegy, elénekli, mizé, megsöröznek, utána jön a következő. Nem, azt mondják, hogy nagyon sokan elhibázzák, ha elneveted magad, egy szót esetleg elhibázol, vagy nem tudod tökéletesen a dallamot, akkor van egy hangjelzés, ami figyelmeztet a hibára, és ha többször hibázol, akkor nem nyílik ki az ajtó, és akkor te nem tudsz oda bemenni. Oh, és hogy vannak, akik ezen elvéreznek. Mert hogy azt gondolnád, hogy a nemzeti himnuszt azt azért mindenki tudja, ugye? Tehát ez az alapvetés, nem? Hogy a nemzeti himnuszodat azt azért illik tudni, ha mondjuk valaki nem énekel, akkor legalább elszavalni. De azt azért szóról szóra, mert azt már az iskolában beléd verték, utána nyilván még otthon is anyáddal gyakoroltad a dolgot, hogy menjen, és ehhez képest ugye mégse nyílik mindenkinek a hűtőajtó. Igen, hát tudni kell, de most ott hirtelen egyszer csak ugye be akarsz lépni, és azon elmondatják veled, de azt is, hogy beugrik. Nem? Na, egy Túró Rudi biztos rajta. Biztos vagyok benne, figyelj, biztos vagyok benne, hogy elvéreznék rajta. 100%-ig biztos vagyok benne. Tuti, hogy... Az első vesz, hogy, ne, hogy rá stresszel, nem? De hogy egyébként biztos, hogy téveszteni kell benne valamilyen szót, valamelyik szót biztos, hogy rosszul mondanám. Én sem vagyok 100%-ig biztos benne, pedig volt tényleg egy időszak, amikor szorra betűre, úgy, ahogy kellett én is gyakorlatilag a himnuszunkat. És ez szerintem ez nem szégyen. Aha. Tehát, hogy ez nem egy olyan, nem azért, mert hogy saját magamat akarom védeni, de ez simán benne van a pakliban. Szerintem 10 magyar emberből 9 legalább egyszer bele bakizna. És úgy kezdeni, hogy hazádnak rendelem. Igen, ja, igen. Segítek, ugye, hazádnak? Hazádnak Hogy mi lenne itthon? Szerintetek egyébként a találati arány? 10-ből 9. Tudná? Nem. Hát tudná, szerintem? 10-ből 9 sok. Szerintem 10-ből 6 nem tudná, 4 tudná. Leraknánk egy mikrofont itt a Deák téren, vagy kimenne a Feri, és odalépne 10 emberhez, hogy figyelj, az első verszak. Utána nyilván ugye ezt az általános iskában az embernek el kellett szavalni az egészet. Ja, bocsánat, ha első verszak, akkor hát az egészet azért... szerintem kevesebben. Tehát az egész himnuszt azért, amikor ezt meg kellett tanulni nektek is, nekünk is nyolcadikban, vagy gimnázium, azt ugye mindenkinek tudni kellett. Igen. De hát mondjuk a második verszakkal szerintem sokan bajban lennének az egész himnuszt. Én sem tudom, azt szerintem azért kevesen tudják fejből, ha valaki nem magyar tanár, az egészet elmondani. Itt kifejezetten az első verszakról van szó. Tehát amit ugye énekelünk, amit hallasz szilveszterkor, amit hallasz, hogyha felhúzzák valóban nemzeti lobogót olimpián báról. Tehát itt kifejezetten az első verszakról van szó. Az irreális nyilván, hogy az egészet mond el. Hát azt szerintem nem. Egy olvasás után szerintem el tudnám mondani az egészet. Tehát, hogyha egyszer átolvasnám, és akkor utána már következő. Jó, hát te fejed, de ne gondolkozzunk, az más. Nem, mindig így büntetett apám, hogy rossz. Na, akkor tízszer a minuszt. Igen. Na, de mi lenne itthon? Mondom, hatan nem tudnák. Nem tudnák, szerintem? Nem. Tehát így hirtelen odalépsz, váratlanul tessék, mondd el az első verszakot. Hatan, szerintem bele. Az a baj, hogy ugye az emberek nagy része hogy gondolkodik ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy a nemzeti himnuszunkat nem tudni, az szégyen. Na most, hogyha oda mész hozzá, és azt mondod neki, hogy így séróból nyomja már el az első verszakot, az esetek túlnyomó többsége olyan szinten rástresszelnének, és ez mondom, ez nem arról szól, hogy tudják, vagy nem tudják, biztos, hogy tudják, vagy túlnyomó többségben tudják, de abban a pillanatban a stressz... Miért gondoljuk azt, hogy tudják túlnyomó többségben egyébként? Miért én egyértelmű? Neked egyértelmű, de szerintem nem egyértelmű egy átlag magyarnak, hogy ő azonnal el tudja mondani. Szerintem, ha valamit tudnak, akkor az ez. Igen? Tehát, hogyha azt mondják neked, hogy mit tudom én, kedvenc vers, vagy olyan vers, amit tudsz, vagy valami, vagy olyan, idéz valamilyen irodalmi műből, akkor az egyértelmű, hogy a himnusz. Az, hogy utáltam, amikor így meg kellett tanulni a verset, de nem azt, mert azt szerettem, hanem amikor föl kellett állni nálatok. Csináltak ilyet, hogy ennél jobban nem lesz stresszelni egy diákot, ugye versmondás jegyért. Fölálltál, és egész osztály előtt, mit tudom én, Petőfi Sándor, szeptember végén, és el kellett mondanod úgy, hogy mindenki téged nézett, azt várta, hogy hibázol, vagy nem hibázol, vagy ennél még durább, hogy kiállni az osztály közepére, vagy előre. Nem voltátok ilyen versen? De, hogy nem, de úgy csináltam mindig, hogy a mamának a második verszakában mindig belesírtam, hogy annyira átérzem az egésznek a hangulatát. És visszazavartak a helyedre, és azért nem kellett a harmadikat megtanulni. Van olyan mondóka, vagy bármi, amit tudtok fejből? Egyedem, begyedem, tenger, tánc, hajdú, szó, valami. Ez annyira ciki. Fekete cukott a pét. Mi? Ha van két kiskorú gyereke. Az egyedem, begyedem, tenger, tánc, az... Az nem is ér. Mondom, fekete cukott a pét, ábel, bábel, dominé, ez jó. Tényleg, ez egy totál kamu szöveg, nem? Mindegyik. Persze, semmiről nem szól. Igen.
Van egy, szerintem kisgyerekes anyukák, apukáknak azért tudni kell egy csomó ilyet, és ez pont kiüti a himnuszt. Tehát ha ezt tudod, akkor ez helyettesíti. Ebből, akkor így van, akkor. Igen. Futrobog a kicsi kocsi. Lehetőle haragosi ding-dong-dili-dong-go. Az a jó, hogy a Benny utálja ezeket. Hát mert megutáltattad velük. Na, figyelj, Benny, most megint felmondjuk. Figyelj, és akkor még egyszer. Nem, most ott vagyunk. Ha kiborul az a kocsi, kiesik a haragosi ding-dong-dili-dong-go. Benny, szeretnéd még egyszer, hogy elmondjam? Ne, csak ne. Nem, most nálunk egy nagyon különleges mesélési szokás van. Nem akarok. Én azt csinálom vele, hogy úgy meséltetem, hogy bevonom a mesében, és az égigérő passzújt úgy meséltetem el vele, vagy úgy mesélem neki, hogy ő az, aki elkezd fölmászni a passzújra. És belekerül a mesébe. Aha. Ez nagyon jó dolog, próbáltok ki egyébként. És a sárkányos és ő az, aki meg, nem, és ő az, aki megküzd a sárkányal, és én közben kérdezem, fölért a fiú az égigérő passzúj tetére. Kivel találkozott ott? De te mondod neki a mesét, de közben behozod a gyereket a mesébe. Figyelj, egy hete meg van zavarodva, este 8 órakor fegyvereket gyűjt, mert ő nem sokára harcol a sárkány ellen, begyűjt mindenféle kis manót fegyvert, és mondja, hogy ma legyen végtelen sok feje a sárkánynak, és én a következőt csinálom félálomba. És még mindig 26 feje van a sárkánynak. 10 percen keresztül halsz a sárkányon, majd, és ekkor megölte a sárkány. Levágta a sárkány utolsó fejét. Nem, apa. Mit mondott? Mit mondott ekkor a hősvitéz? És elmondja, hogy mit mondott. A hősvitéz ezt mondta. Lement, találkozik az apjával, és ekkor Beninek kell hívni egyébként. Beni találkozott az apjával, levitte a királylányt, átadta az aranyat, és mit mondott az apjának? És a gyerek gondolkozik, és úgy van benne a meséből, hogy nem csak hallgatja, hanem egyébként szereplője annak a mesének, amit te mesélsz. Ez tök jó. Fie, próbáld ki, zseniális. Hát a virággal egy hete már. Nem biztos, hogy benyelj. Figyelj, egy hete fejlesztettem ki, próbáld ki. Elmondod a gyereknek a mesét, de belehozod a mesébe, mint szereplő. Meg fognak zavarodni. A legunalmas. Ha százszor elmondtad nekik az égigérő passzújt, 10 perc csak igen. A sárkányharc. Majd is eljátszok. Kimegyek még a konyhába egy kicsit, apu. Mondom, jó, és ebben a pillanatban Benny, a hőslegény, levágta az összes fejet. Ne, még legyen 4 feje a sárkánynak. És jött egy újabb sárkány, 4 fejjel. És újra harcol, imádja, vont bele, zseniális. A virág, akkor képzeld el, hogy éppen léptetsz a fakó lovadon, és akkor éppen azon gondolkodol, hogy vajon van-e ott folyó földje jó, a legelőjön a fű kövére vajon, és hogy hagylátom úgy, mert mennyit ér a pártos honfivér. Na, te most nem egyből ezt, tehát ne egy aranyművel kell. Na, virág. Egy ragyos szomorú, nagyon durva, horrorszerű velszibárdokkal kezdjél, érted? Hát indulj valami kellemesebb, amíg 11 évesen ez már ja, más. Gondolj arra, hogy viszi fel a dagadt ruhát a padlásra, nem akarja hagyni másra. Legyen ő a kislány. Igen. Megy föl az anyukájával virág. Ekkor virág odaszól az édesanyjának, és átadod neki. És ő fűzi tovább a meseszálat, de te meghagyod a kereteket, csak hagyod, hogy ő vigye a mesét. Nekem az égigérő passzújt egy hete mese még nem vitte kétszer ugyanúgy. Létrán mászott föl, helikopterrel szállt föl a tetejére, és a gyerek elkezd a saját fantáziájából megoldani bizonyos szituációkat, te pedig mindig visszatereled a mesébe. És mindig kipróbálod, hogy ma mit mond arra, amit tegnap egyébként máshogy mondott. És rájössz, hogy olyan fantázia világban élnek, és olyan dolgokat találnak ki, ami egyszerűen szenzet, és nem jutna eszedbe úgy mesélni. Próbáld ki. Virág, képzeld el, te vagy a kis gyufaáros lány. A hőmérő nem, akkor mondom. És virág, te ma este az ólomkatona leszel. Már bent vagy a tűzben. Így van. Mit érzel? Így van, olvadsz el. Nem kell minden mesében meghalni. Lehet vidám mesét mesélni. Tehát nem erről van szó. Mit tudom én, a kis gömbölt, fölküldöd a virágot a padlásra. Igen. Én ma azt mesélem majd a bennek, hogy fölküldöm a padlásra. Még nem ismeri a mesét, és elmondatom vele, úgyhogy nem tudja. Hogy mindenkit felfalt a környezetében. Jó, tehát, hát a végén mindenki, igen, a végén szétdurran, és mindenki kiszabadul, tehát ma még Benny nem tudja, hogy úgy megy a padlásra, hogy ott van egy kis gömbölc, ami meg fogja enni egyébként, de megbirkózunk majd vele. Tehát ez jó. Na, végezzük el ezt a kísérletet, mit szóltok hozzá visszatérve a himnuszra. Menjünk ide ki az aluljáróba, és nézzük meg, hogy 10 ember ez odalépsz, 10-ből stressz helyzet alatt élőadásban meglátják a Ferit, ki tudja elmondani az első verset. Az a nem reprezentatív. Meglátnak? Hát ugye tudják nyilván, hogy hirtelen élőadásban lesznek, tehát még se olyan, mint ha valaki az utcán egy kérdőivel odalép a kezébe. Nem kell nevet mondani, nem kell ki őt, egy arctalan a dolog. Aha. Kiürült az aluljárót. Aha. Ja, igen, ebben a pillanat vége. Jó. Mindenki. Sörünk van? Mi vagy te csoki a düvegtén, a rumos öröm? Ne, csak ilyen, ha buli van, akkor buli. Jó, Feri, ez még nem nincs hétvégén. Ha járok anyámmal, élek, én ne legyek kemény. Van egy macskád, igen, te ne legyél vagány. Igen. Vagy kemény. Jó, menj ki az aluljáróba, nézzük meg. Jó?
Mi lesz a teszt végeredménye? Tessék, öt emberből mennyit tudja? Mondj egy számot, Jani. Szerintem. Te ilyen idealista vagy, te azt mondtad, hogy ötből öt. Nem. Ötből mondjuk négy. Ötből négy tudja? Ötből négy. Három tudja maximum max. Elmondani. Jó, maximum hogyha esetleg nem megy nekik, akkor mit tudom én, ott van, menekelés út van, akkor hianász a zavarom, vagy a vörös rébék. Jó? Jó, egy jó, pici szünet, amíg Feri kijel. Most az a baj, hogy tényleg az aluljáróban nem fognak neked megállni. Majd aki hallgat minket. Megoldom. Jó, megoldod. Jó. Megoldom. Jó, egy pici szünet, Feri kijel az aluljáróba. Jó. Vörös Marti műt, ugye? Igen, egyet lépés ott van az aluljáróban, úgyhogy nem hosszú a szünet. Jövünk mindjárt a kísérlettel. Kettő perc van, fél tíz, itt vagyunk mindjárt. Fél tíz múlt pontosan, négy perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és ugye egy érdekes kísérletet folytatunk, mert hogy Kanadában egy sörös cégnek a marketing ügynöksége kitalálta, hogy el kell mondani a himnusz, ha az ember be akar lépni egy kocsmába, és ki akarja magának nyitatni a hűtőszekrényt, csak akkor tudja kinyitni, ha ugye először csak akkor engedik belépni, és aztán csak akkor engedik kinyitni a hűtőszekrényt, ha el tudja mondani a himnuszt. A kanadai himnusz, és hogy rengetegen elvéreznek, váratlanul érinti őket a kérdés, vagy éri, és egész egyszerűen nincsenek rá felkészülve, vagy hát nem tudják. Nem tudják. Az első verszakot. Viszont egyre több a művelt alkoholista az országban. Állandóan kinyílik az ajtó. A kísérlet arról szól, hogy arról beszélgettünk, hogy magyar emberek közül nyilván hányan tudják azonnal, odalép hozzájuk egy műsorvezető, és azt mondja, hogy szia, hogy hívnak, Aranka, himnusz első verszaka, tessék. Hogy tud-e egyáltalán bármit mondani? Te azt mondtad, hogy ötből négy simán elmondja. Ugye mondtad, hogy talán egyel hibázni, szerintem annál lehet egy kicsit rosszabb az átlag. Nyilván az öt az még nem egy reprezentatív szám, tehát még 100 vagy 200 embert kellene megkérdezni, de meglátjuk. Hello, Feri! Feri még nem. Itt állok egyedül az aluljáróban, sehol nincsen a senki. A biztonság kedvéért elmondom én. Hello, Feri, van valaki az aluljáróban? Kérlek szépen, az egyik helyen furtak, a másik helyen beszélnek, de megoldjuk. Ó, szegény. Következő a helyzet, semmi gond, már jövök is. Kezeit sokkolom, egy morning show-s ajándékért a himnusz első verszakát el tudja nekem mondani. Nem kell semmit mondani, csak ezt rajta. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel, Barsos, akit régen tép, hozz rá víg jövendőt, megbűzötte már a nép a múltat jövendőt. Nem jövendő. Nem jövendő. Stressz helyzet. Jó. Egy szó, semmi baj. Köszönjük szépen. Semmi baj. Megyünk tovább. Figyelj, Feri, próbálj olyanokhoz menni, akik vagy nincs headset, mert ugye, ha az ember egyszer hallja, akkor utána már elmondja, vagy látod rajta, hogy nem hallgatnak rádiót, abszolút. Tehát, hogy headset se legyen. Jó, azért, az király, jó. Mindenki. Okay. Hello. Szia, ne haragudj, hogy olvasol. Ja nem, én nem haragszom, hogy te olvasol. Morning show-s ajándék csomagért, ha a himnusz első verszakát fejből nyomod, akkor a tiéd rajta. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Igen, ez egy másik. Igen. Ez a szózat volt, tudod? Ez a szózat, de akkor ő kibukott, ugye? Próbálj meg még egyszer. Vagy adjunk neki még egyet. Csak kíváncsiak, most még egyszer. Végül is nem tévesztette el. Balsors, akit régen tép hozzá végeztem, de megbőhettem már a nép a múlt a sővendőt. Hát eddig van egy hibánk, most már ugye beugrott neki, de van egy hibánk, meg van egy, aki a szózatot kezdte. Tehát ez nem egy jó statisztika. Várjál, ez védhető lenne, mert hogy a himnusz nem tévesztett el, hiszen a szózatot kezdte. Tehát eddig nem állunk jól a kettőből. Oké, okay, köszi, igen. Férfi ember következik. Szia, ne haragudj, kapsz egy morning show-s ajándékot tőlünk, még akkor is, ha elfordulsz. Hello, semmi gond. Nem állsz meg nekünk, jó, te nem beszélsz. Akartam egy igazi férfit. Ő hallgatta az adást is meg ilyen. Nem, nincs rajta se füles, tehát hogy nem volt befolyásod. Az jó, egy pasira kíváncsi. Egy morning show ajándékcsomagot szeretnénk neked adni, de ne nyújtsd még a kezed. A himnusz első verszakát rajta. Isten áld meg a magyar kiukat, a bősséggel, nyújtsd fel a videókat, a küzdelenséget. Nem jobb. Ne segíts, Feri, ne szólj bele! Itt megakadtunk, mondtam, megakadt. Hogy nem jobb, de ez se segített, jó, hanem bal. Igen, bal sors, igen, bal sors. Tehát három, egy igen, szózat három. Gyerekek, egy, aki elakadt, és egy, aki végül is elmondta, de rosszul mondta. Csókolom maga, vállalja életem. Himnusz első versza. Isten áld meg a hagyat, jó kedvel, bűséggel, nyújts feléje védőkat, ha küzd ellenséggel. Balsos, akit régen tép, hoz reá végesztendőt, megbűnhötte már a nép, a múltat jövendő. Az első hibátlan. Ez az, megvan az első hibátlan. Négyből egy. Szépen. Gyerekek, négyből egy. Most miért adtál neki? Laci rosszi az ajándékcsomagot, gyerekek. Hát így nem ér. Na úgy állunk akkor ugye, hogy... Négyből egy, Feri.
négyből egy jó, csak akartam egy ilyen fiú-lány idősebb fiatalat. Itt egy kedves páros ül, ne haragudjatok, hogy megzavarlak benneteket. Sziasztok, szeretnénk adni nektek morningsos ajándékcsomagot, himnusz első verszak rajta. Himnusz első verszak? Helyesik. Azt mondja, hogy csak tudjuk pedig. Aha. Itten áll meg a magyar jókedvelőséggel, gyűjts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Barsósak itt régen tép, hozzáelvégeztem nőt, megbűnvette már a nép, a múltat sörendet. Az ötödik, hallgató ketten tették össze, mert a fiú nem tudta volna, itt a lány tudta egyébként, a fiú ezt nem tudta volna elmondani egyedül. Ez nem csak rákészült. Hát tudod, hogy versmondás volt, mindig egy picit kiúzod magad, köintesz. Az elakadás az érdekes, amikor megáll, tudja folytatni, és ott mindig a lány besegített, mert ugye ha hallod, akkor beugrik. De hogyha nem, nincs az, aki neked segít beugrasztani, akkor nem tudta volna elmondani. Azért ez megdöbbentő. Jó, ki van még, Feri? Már is megállítom a következő hölgyet, nem állítom meg, mert nem örült nekünk, ők sietnek a buszhoz, azt mondja, hogy ne haragudjatok, egy perccel haragudjatok, jó? Reped az üveg. Jó, tökéletes. Kicsit az acsitár hegyek alatt. Igen. Picit. Ott nincs nagyon térerő. Feri, hol vagytok? Mert egy picit rosszul hallunk, hogy bementek. Muszpályaudvarra jöttünk fel. Muszpályaudvar. Túlerő, vagy nem, vagy fúztak. Ez a kettő volt, ami megakadályozta. Azt hittük, hogy már a Csitári hegyek alatt vagy. Igen. Jó, még olyanhoz menj oda, aki egyedül van, jó? Jó. Egyedül is próbálok, mindenki várok. És akitől nem vennél vokkot, vagy pamudzok? Ez így egy sem volt, hogy egyébként megdöbbenni, mert lehet, hogy ők is tudják már. Megvan, fiatal emberhez. Nem jó az arány. Ez nagyon veszélyes, gyerekek. Ilyen, ne haragudj, hogy zavarlak. Egy másodperc az egész. Minus első verszakát tudod ezt elézőt. Úgy, hogy azt mondom, rajta. Isten állnak a magyar jókedvelőséget, műsorai vagyok, és ellenfogja. Karcsori fékintés, hozzá végeztem, de megbőtte már a nép. Az úgy, megbőtte már a nép. Léci. Ne segíts, Feri. Múltat sem. Hát, az utolsó fél sorral meg. Az sem volt tökéletes. Jó, hát figyelj, volt, aki szózatot kezdte, volt, aki elhibázta, volt, aki ketten tették össze, tehát összesen a 6 vagy 7 próbálkozásból talán kettő volt, aki cson nélkül elmondta, aki elénekelte, meg még egy, és nem hibázott egy szót se. Tehát az 7-ből, vagy 6-ból, vagy 7-ből kettő. Itt vagy, Feri? Igen, az énekes az 2 pontot ér. Az énekes, az tökéletes volt dallamilag. Igen, de most nem is ez a lényeg, hát nem ez volt a kísérlet célja. Na, az a lényeg, hogy ugye arban fogadtunk, vagy arra próbáltunk meg egy ilyen kis tippet tenni, hogy 5 emberből hányan tudják, és hányan nem. Jani mondott, azt hiszem 4-et, hogy tudja, én mondtam 3-at, hogy tudja, és hát az a helyzet, hogy nem tudja. Én nagyjából erre számítottam, igen, most hozzá vagy hozzá, így többen máshogy mondják, de most ilyen pici dolgokban már bele se kapaszkodunk. Egy utolsót, jó, egy fiatalt, ha van, mert engem az érdekel, hogy a fiatalok tudják, és szerintem az idősebbek nyilván ezt sokkal jobban tudják. Ha van ott egy egyedülálló fiatal, srác, lány. Ez az utolsó fiatal ember volt, és egyedülálló volt. Tessék, és már is lecsesztek bennünket itt. A hölgy megérkezett az Alavolán utcába, és üvölte, mondta, hogy majd én megmondom, nem hoz rá, hanem hoz rá. Igen, abban már bele sem mentünk, igen, azt nem igen, is értjük fel hibának. Igen. Egyetlen egy fiatal embert nem tudok neked a buszpályaudvaron felvonultatni, megvan. Szia, amíg megyünk. Ha annyit szeretnék tőled kérni, hogy a himnusznak az első verszakát mondd el nekem most rajta. Isten áld meg a magyar, jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkat, nagy küzd jelenséggel. Új, fáradt vagyok. Ne segíts, Feri! Valsas, akit régen tép, hozzá rá végeztem, megbűnöltem már egy pult a csövendét. Köszönöm, igazi király vagy. Na, jó. Kérem szépen, egy fiatal ember volt, aki azt mondta, hogy ráadásul nem is aludt. Igen, hát ő is reál rá, de hogy az igazából azt nem is nézzük ki hibának. Hát igen, azért ez nem túl biztató, maga az eredmény. Oké, köszi, Feri. Egészségünkre. Vigyázz magadra visszafelé. Jó, ne hülyeskedjen a 200 méteren. Azért mondom, nagyon messze. Mi le valahol. Ciao. Hát figyelj.
ez 8-ból talán az ideig, egy ideig jegyzeteltem, aztán abba hagytam, mert meglepett egy-két dolog, de hogy 8-ból 3 volt, aki mondjuk tökéletesen elmondott, a reál rá nélkül, tehát azt mondjuk ne is számítsuk hibának. Ebben nyilván benne van a stressz, tehát hogy az, hogy így hirtelen valaki odalép, ekkora, mint a Feri, tök ijesztő, árnyék vetűr rád, értel a feje fölött kontorkesőjük köröznek, és akkor odalépnek, és akkor azt kérik tőled, hogy, hogy gyakorlatilag... Na jó, de ez nem olyan, amit álmodból fölkedik, legalább az első verszak, tehát hogy... De. Ugye, hogy azért ezt, ezt kell tudni. De. Na jó, de. Érdekes. Az a durva egyébként, hogy nagyon sokan, köztünk én is, például a szovjet himnuszt, azt így, legalábbis az első verszakot, így fújja az ember, mert hogy az ember, az na, emberbe beleverték. De ne, de most komolyan mondom, tehát, hogy, hogy ahol, ahol beléd verték ezeket a dolgokat, és hát természetesen a mi nemzeti himnuszunk is ilyen, meg hát a komcsi himnusz is. Ja, tessék akkor egy ilyen kis induló, amit nekem 8-ban kellett tudom, folytasd. Indulj az útra, és vissza ne néz, múltad a fájó bús ezerét. Hát és ezek álltunk a kis nyakkendő, és ezeket kellett énekelni, te jó Isten. Na jó van. Hát nem 8-ból 8, vagy 5-ből 5, vagy 5-ből 4, amit mondtál. Tehát az mert az most az elején voltak azok, akik hibáztak, de hát most jöttek volna. Az erősek. Az igen. Erős. 3-4-10 van fontos, a jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Nem jövünk. Most jövünk. Akkor. Nincs reklám. Igen? Hiszen már volt. Ébredj föl, Bali. Vagy ha ébren vagy, ne álmodj. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ugye kora reggel elvégeztünk egy tesztet. Ma sokat csináltunk, miszerint ugye egy cég azt vállalja, hogy kijön és fél perc alatt kinyitja az autódat. Arról beszélgettünk, hogy vajon milyen módszeren nyithatják, hogy nyitják, mi van az ugrókódos riasztóval, a mechanikussal, mert kijöttek és kinyitották, látva a kísérletet, hál' Isten nem az enyémet, hanem a Laciét. De végül is tényleg kinyitották, ugye arról szólt, hogy ha te bent hagyod a kulcsod és tudod igazolni, hogy tiéd az autó, akkor egy percen belül kinyitják neked az autódat, Laciét tényleg kinyitották. Egészen érdekes eszközökkel. Ezt vizsgáltuk meg egy kicsit közelebbről, valamint egy imára hosszú ideje működő amerikai szolgáltatásról is beszélgettünk, ugye ez a házkiadás, lakáskiadás, szobakiadás, amikor is kiveszel egy lakást, nincs otthon a tulaj, és egy-két napra is igénybe tudsz venni ilyen szolgáltatást. Ha mi mennénk egymáshoz, arról beszélgettünk, hogy elfáradtam, hogy mi lett volna, ha te jönnél hozzám, vagy mi lenne, ha én mennék hozzád, nem? Igen. Ezeket történt egészen konkrétan. Ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. Hello Feri újra! Hello Bello! Hát azért ez megdöbbentő, nem? Á, figyelj, annyira stresszes a dolog, odalép hozzá, te ülsz a busz megállóban, várod, hogy elinduljon a 10-10-10-es zalaegerszegi járat, ott lóg a fejed, odalép egy csávó, és azt mondja, hogy himnusz most. Uh-huh. Szerintem, ha mi ülnénk ugyanebben a helyzetben, ugyanígy elszúrnánk. Leblokkolsz. Tehát, hogy rá vagy reá, kicsit megállsz, elkezded a szózatot, szerintem leblokkolsz. Mi van? Mit akarsz? Himnusz? Most? Tehát nem védeni akarom azon hallgatókat, akik, vagy azon embereket, akik megszólaltak az előbb az adásban, de nem lehet egy könnyű helyzet. Hát szerintem ez akkor is olyan, hogy azért ezt nagyon, illik tudni. Ezt illik tudni. Álmodból is erre mondják. Szerintem igen. Most ilyen találati arány után ugye itt írják, hogy Nem is megyek bele, nem is akarok. Ja. Jó, hello Csabi, jó reggelt. És ha tudod, hogy ezért egy sört kapsz, az akkor más a helyzet, nem? Az már igaz. Akkor a kanadaiaknál, igen. Meg ott van időt fölkészülni, tehát odász az automatához, mert ugye a hír az, hogy Kanadában úgy kapsz egy sört, ha elmondod a kanadai himnuszt, hogy elénekled, ott van időt felkészülni, átgondolod, puff. Jó, de akkor is nekem azért van olyan kedves ismerősöm, aki oda-vissza elmondaná a himnuszt kétszer egy üveg sörért. Igen, de ő már nagyon mélyen van ebben a sztoriban. Ő egy bontott sörér, ami félig van tele. Hallom. És meleg. Az simán, igen. Jaj, Csabikám, mi újság? Képzeljétek el, játék lesz a következő két napban. Na, de jó. Kívánság műsorban, meg aztán majd a Klassz délutánban is. Nagyon szép nevet adtunk ennek a játéknak. Klassz nyerő slágerek a Veszprém Festre. Ez a játék neve, mert hogy a nyeremények a Veszprém Festre szólnak. Ma a Brand New Heavies koncertjére lehet majd jegyeket nyerni, páros belépőket. Ez ugye majd 18-án lesz, és aztán 19-én lesz a Jüszündur koncertje, erre pedig majd holnap lehet jegyeket nyerni. Aha. Így van. És nagyon egyszerű a hallgató feladata, csak figyelni kell a Klassz FM-et, mindig megjelölünk egy-egy dalt, tehát ráadásul elmondjuk az óra elején, hogy melyik az a dal, amivel nyerni lehet, amint az a dal megszólal, akkor lehet telefonálni, és már is lehet menni a Veszprém Festre. Jó lesz. És ha esetleg a Veszprém Fest mellett a bokorban van a körömlány, és azt mondják, hogy Jusz Undur. Ne. Erre nem adok jegyet. Arra mit mond, hogy jövök, de 3000, és beszélj normálisan. A durt, azt értem, de mi az a jut? Hát egy jussz velem az durt. Jussz undur. Jussz undur. Jaj, Istenem.
A Voltra kéne lenézni, nem, gyerekek? Az elindult tegnap, ugye? El Morcsiba volt tegnap fél ötkor. A szívem szakadt meg, hogy nem tudok ott lenni. Hiszen régen nagy Morcsiba rajongó vagy. Három bestop van a kocsimba. Ne üljön. Messzívetek Morcsiba, nagyon szeretem. Tényleg? Nagyon szeretem. A Messzíveteket is, meg a Morcsibát is, igen. Fél ötkor? Hogy is fél ötkor? Hát azért jól tudja elérni. Hát tízkor elindulsz. Igen, lőve menni voltak, hányra érne a Balázs, fél ötre nem van. Jó, akkor tegyük, akkor ne tegyük estére, tegyük fél ötre. Miközben menő egyébként, hogy egy Morcsiba már fél ötkor játszik, az, tehát milyen rangot ad a Voltnak, de miattad, mert hogy hatkor vége és visszaérsz, és tudsz aludni, és reggel be tudsz jönni adásba. Hát csak miattad csinálták így. Persze. A Volt évek óta izgalmasabb már a Szigetnél szerintem, de ez csak az én véleményem. Tavaly voltam egy-két napot, nagyon jó. Tényleg zseniális. Egyébként ellen Quimby volt. Holnap tankcsapda van. Mert lemegyek. Hajra. Nem jöttem? Szórakozás, sok siker. Veled? Nem. Nem, hát nem velem. Hát hova mentünk mi együtt? Örülünk a kitelepülésen, megtaláljuk az üvegstudiót, hogy beüljünk hárman, nem akarok mi együtt sehol menni. Elmondanám, hogy Volt fesztiválon például voltunk együtt. Igen. Bizony. Csak kicsit több ismerősöd volt, és hamarabb leítattak, és elkövetett a tömeg el. De jobban bíztam. Feri, beszipp, valamit, gyere, tesó, te fizetsz. És kész, Ferit beszippantott, tehát jó volt, akkor csak Quimbyn voltunk, jó. Igen, igen. Igen, olyan, jó olyan, volt. Nagyon jó a helyszín. Nagyon jó, nagyon jó. Jók a fellépők. Igen, hívjuk a naphallgatóját. Saját kezülő. Azt, még ehhez is ért, látod? Nem csak a Morcsibát szeret. Anna már be se jön, minden. Na. Ja, bocsánat. Hogy? Csak majd beszippantottam. Nekem volt egy nem fogadott hívás, ma azok nem ti voltatok. Ugye? Nem. Nem. Most? Vagy? Ja, vagy most? De vedd már fel, mert az okmányiradába kell mennem. A gyerekek, nem. Ez most nem. Jó. Nem. Nem sikerült. Akkor mindegy is, hogy mit ír. Csabikám, remekzenéd lesznek? Maroon 5. Én nagyon bírom ezt a csapatot, és most nem fél hónapja megjelent a legújabb lemezük, az ötödik, és erről hozok egy újdonságot, a Maps címűt. És most sokan meg, hogy ezzel lehet nyerni a következő órában. Milyen ramasz. Jaj, te. Milyen játék ez, megmondod a megoldást is? Hát persze. És mit lehet ezzel nyerni? Hát a Veszprém Festre. Ja, Veszprém Festre, az előbb mondtad. Jól van. Brand New Heavies koncert. Így van, 555-55-00, ez a telefonszám, ha valaki szeretne Csabitól dalt kérni, SMS-ben is megteheti, és az előbb említett telefonszámon, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok!